Képviselőtársaim, kedves kollégák, elkezdenénk az idei év első testületülését, úgyhogy megkérném a tisztelt képviselőtestületet, hogy mindenki foglalja el a helyét, illetve a polgármester hivatal munkatársait is. Lassan akkor bele kezdünk az idei év munkájába. Jó, a kiküldött napirendi pontokat mindenki ismeri, ahhoz képest két változást javasolok. Az egyik, szerintem ezt mindenki megkapta a módosított napirend kapcsán, a hármasnál új hármas határozati, illetve napirendi pont lenne. A Városüzemeltetés és Rendészeti Bizottság külső bizottsági tagjának megválasztására teszek javaslatot, illetve új napirendi pontként, 11-esként a polgármesteri hivatal szervezeti tagozódásáról szóló rendeletet is módosítanánk, illetve normatív határozatát. Ez a kettő új, ezt a 11-es, új 11-es napirendi pontként tárgyalnánk. Jó. Elnök asszonyt kérdezem, hogy a bizottságban volt-e valami esetleg? Nem? Kérdezem a tisztelt képviselőtestet, hogy a napi rendel kapcsolatban van-e észrevétel, kérdés, hozzászólás? Nincsen, akkor kérem, hogy szavazzanak az általam elmondott kiegészítésekkel együtt, javaslom, akkor fogadjuk el a napi rendet. Kránic képviselő úr is, kérem, szavazzon. Köszönöm, 17 egyhangú szavazással, szavazattal, igen szavazattal fogadtuk el a mai napirendet. Szokás szerint az M5TV alapján zárt üléssel kell kezdenünk, egyedi szociális ügyeket fogunk tárgyalni, úgyhogy megkérem azokat, akik ebben nem érintettek, illetve a sajtó munkatársait, hogy addig hol. A indoklásban, illetve az általános indoklásban, valamint a részletesben is szerepel, hogy ezt miért tesszük meg. Pénzügybizottság tárgyalta, meg is szavazta. Kérdezem a tisztelt testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincsen. Akkor kérem, hogy szavazzanak a rendelet módosításának elfogadásáról. Minősített többség szükséges hozzá. Köszönöm, 11, igen, egy tartózkodás, 4 tartózkodás, 1 nem szavazattal elfogadta a testület. Áttérünk a 6-os napirendi pontra. Az államháztartásról szóló törvény alapján kell ezt a javaslatunkat meghozni. Gondolom, ez az 1.12-ről szól, ugye, igazgatóasszony? Nem? Akkor elolvasom én is az előterjesztésemet, de úgy láttam, hogy Ékes Gábor képviselő elnök úr hozzá szeretne szólni, megadom a szót. Ja, jó, ez a másik, jó, azt már elfogadtuk tavaly. Köszönöm a szót, polgármester úr. Segítek, az a címe, hogy saját bevétel és adósságot keresztető ügyletből eredők fizetési kötelezettség összegei 2022 évre. Egyetlen egy nagyon rövid megjegyzést tennék hozzá, ugye bőséges, látszik a táblázatból, hogy bőséges fedezete van ennek a hitelfelvételnek, illetve a törlesztő részletek kifizetésének. Azonban mégis úgy gondoljuk, hogy ez a évi kb. 100 millió forint 2021-től jelentősen szűkítheti majd az önkormányzat mozgásterét a költségvetés szerkesztésekor. Nem tudjuk, hogy milyen idők fognak akkoriban járni, ezért mindig elmondjuk, hogy a hitelfelvételnek van egy ilyen hátulütője is, amellett, hogy így egyben sikerült talán egy csomó intézményt felújítani. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy Kispest nem fog Pécs esetleg
Debrecen, vagy nem tudom milyen nagyvárosokat említsek, még sorsára jutni ettől a 1 milliárd hódmezővásárhely, igen, 1 milliárd forintos hitel felvételtől, de köszönöm szépen a emlékeztetőt. További hozzászólás nincs, akkor a vitát lezárom, és arra kérem önöket, hogy a másik oldalon talált határozati javaslat alapján szavazzanak. Köszönöm, 13, igen, 4 tartózkodással fogadta el a testület a javaslatot. Áttérünk a következő napirendi pontra, ami pedig már az idei évi költségvetési rendeletünk elfogadásáról szól. Én azt gondolom, hogy egy viszonylag hosszas és részletes egyeztetési folyamaton vagyunk túl, ahogy az már az elmúlt időszakban megszokott volt. Úgy terveztük az idei évi költségvetést, hogy működési oldalon egy stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodással számolhassanak a kispestiek. Minden olyan feladatot, kötelező és önként vállalt feladatot el tudjunk látni, ami fontos az itt élők számára, és azt is figyelembe vettük a fejlesztési költségvetés tárgyalásakor, amikor ezt a javaslatot ide terjesztettük önök elé, hogy azokat a fejlesztési elképzeléseinket, amiket 2014-ben a polgármesteri programban ígértünk közösen a képviselőtestülettel együtt, és még nem valósítottunk meg, hál' Istennek azért nem sok maradt a ciklus végére, ezt meg tudjuk valósítani ebben az évben, legyen szó akár intézményfelújításról, egészségügyi kérdésekről, legyen szó akár közterületi fejlesztésről, szóval minden olyan fontos fejlesztési elképzelést beépítettünk a 2019-es költségvetésbe, amit ígértünk, és amit várnak is tőlünk a kispestiek. 12 milliárd forintos a főösszegünk, és abban bízom, hogy ahogy az már 2007 óta jellemző a kerületre, ezt meg is tudjuk valósítani. Működési hitelfelvételre nem kell, hogy sort kerítsünk, egyelekbe lesz évvégén is a költségvetésünk, úgyhogy egy jó szívvel ajánlom önöknek elfogadásra. Látom, hogy már vannak hozzászólások. Először, igen, Szatóri Kolos képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm a szót. Direkt így van állítva. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Igazándiból a Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottsági ülésen egy vendégként meghívott, én nem kívánom megnevezni, hogy ki, kérdést tett fel igazgatóasszony felé, illetve egy módosítási javaslatot, amelyre igazgatóasszony azt a választ adta, hogy igyekszem szó szerint idézni, de még nem készült el a bizottság szó szerinti jegyzőkönyve, úgyhogy lehet, hogy tévedek, hogy 2 milliárd hiánnyal indult neki a hivatal a költségvetés tervezésének, és nagyon nehéz volt ezt egyensúlyban hozni. Ez több dolog miatt is úgy gondolom, hogy érthetetlen, és ennek kapcsán megfogalmazódott bennem néhány kérdés, amit szeretnék föltenni, akár igazgatóasszonynak, akár polgármesternek, hát ha kapok rá választ. A főösszegünk most már hosszú évek óta nagyjából 12 milliárd forint körül mozog, de ezzel párhuzamosan az elmúlt években úgy gondolom, hogy elég sok tehertől, feladattól és kiadástól szabadultunk meg. Többek között a közel 1,8 milliárdos hitelállomány, aminek én csak tippelni tudok, majd igazgatóasszony esetleg pontosít. Nagyjából 100 millió forint lehet szerintem az éves kamatterhe, ami azóta ugye nem nyomja a vállunkat, és amire az előző napi rendel ékes képviselőtársam is utalt, valamint az iskolák üzemeltetésének az átadása,
ami korábban ugye a GESZ költségvetésében szerepelt. Én megnéztem, még a 2011-es költségvetésben 4,2 milliárdra gazdálkodott a GESZ, most nagyjából 1,7-tel, de az intézmények soron hozzávetőleg 1 milliárd forint volt éves szinten, ami a működési oldalon ugye szükségeltetett. Hogy ha igazgató az, hogy tudna nekem azokra a kérdésekre válaszolni, hogy ezek a, mondjuk ez az 1 milliárd 100 millió éves szinten, ha csak ennyiről beszélünk, és nem többről, mert nyilván amíg a mi üzemeltetésünkben voltak az iskolák, addig fejlesztési kiadásaink is jelentősek voltak, hogy ezek mely sorokon jelennek meg, és hogy hol, nem, tehát nem sikerült felfedeznem a költségvetés végigbogarászása alatt, hogy ez hol jelentkezik most pluszként. Köszönöm, majd a további kérdéseimet később fölteszem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát nem vagyok egy nagy közgazdász, de azért megpróbálok erre én is válaszolni. Először arra, hogy inkább megadom Zsuzsának a szót, hogyha szeretne erre reagálni. Közben elfejtettem, hogy mit írtam föl magamnak az elején, de lehet, hogy miközben majd beszélje, hogy miért kezdődött 2 milliárdos hiánya a tervezésé, ez elhangzott. Hát, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, ilyenkor, amikor mi bekérjük a javaslatokat az intézményektől, képviselőktől, intézményvezetőktől, akkor gyakorlatilag mindenki, elnézést, hogy ezt mondom, a vágyálmait leírja. Mit szeretne megvalósítani, milyen bérköltségekkel, milyen fejlesztési elképzelésekkel, milyen egyéb terveket szeretne megvalósítani azon túl, amit mi javaslunk. Ilyenkor mind működési, mind fejlesztési oldalon van egy jelentős többlet, amit nekünk pontról pontra végig kell nézni, hogy mi az, ami valóban fontos abban az évben, és mi az, ami kevésbé. Most 2011 óta azért, tehát hogy akkor is 11-12 milliárdos vagy 13 milliárdos volt a költségvetés főszege, meg most is az, azért eltelt legalább 8 év. Tehát egy viszonylag jelentős inflációval, egy viszonylag jelentős bérkiáramlással, bérnövekedéssel kell számolni. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy a feladatok is csökkentek, ezt is hozzá kell számolni, és én azt gyanítom, de majd nyilván igazgató asszony vagy megerősít, vagy megcáfol, hogy az, hogy a főösszeg ugyanazon a szinten van, körülbelül, mint abban az évben, ehhez jelentősen hozzájárul ez is. De ha igazgató asszony szeretné ezt kiegészíteni, nem szeretné, akkor ezek szerint nagy butaságot talán nem mondtam, vagy ha igen, akkor rám hagyja, akkor ez lenne a hivatalos válasz. Jó? Ferenc István képviselőrnek adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Városüzemeltetési Iroda és a Zöld Program Iroda költségvetési soraihoz lenne egy pár kérdésem. A Városüzemeltetési Irodához az, hogy ugye talán a legutóbbi vagy egyel előtti ülésen fogadtuk el a fenntartható energia és klíma akciótervet, ami részletesen ütemezte azokat az intézkedéseket 2019-től 2030-ig, amellyel elérhetjük, hogy 2030-ra 30-40%-kal csökkentsük a kerület széndioxid kibocsátását. Most átfutottam ezt a táblázatot, ami melléklete volt annak a döntésünknek, amivel ezt az akciótervet elfogadtuk. Itt az szerepel, hogy ebben a 12 évben 68 önkormányzati intézményen fogunk elhelyezni napelemeket. Ezt elosztjuk 12-vel, akkor jövőre, azaz idén. Tehát ebben a költségvetési évben 5-6 intézményen kéne elhelyezni napelemeket. Kérdezem, hogy ennek a költsége szerepele az előterjesztésben, a megfelelő soron, elrejtve valahol. Szintén idénre ütemezi ez a táblázat a megkezdését annak a munkának, amelynek révén önkormányzati földterületen naperőművet létesítünk. És szintén idéntől kezdődően kell elkezdenünk üzembe helyezni egy
energetikai tanácsadó irodát az önkormányzat intézményrendszerén belül, amellyel segítünk a lakosságnak csökkenteni az ő széndioxid kibocsátását. Kérdezem, hogy ezekre jutott-e forint vagy fillér az idei évben, vagy ennek a terhét tologatjuk magunk előtt, és majd valamikor 2025-ben észbe kapunk. A másik, az, jól sejtem, az MTI-nek is kiment, mert rengeteg sajtóorgánum lehozta, hogy megújul a kispesti kiserdő, és itt most a Sibrik Miklós felüljáró melletti erdőtagról beszélünk. Egyrészt kérdezem azt, hogy ennek, és itt 20 millió forint van valamelyik soron erre elkülönítve, kérdezem azt, hogy annak részleteit, hogy az ott ma álló fákból mi kerül kivágásra, s mi marad meg, azt ki fogja milyen alapon eldönteni, lesz ebben még beleszólása a Zöld Program irodának, ne talán a Környezetvédelmi Bizottságnak, bármilyen szakértőnek, vagy ezt a Pirisi Parkerdő ZRT-re bízzuk, tehát hogy az egészséges és értékes fákat meghagyják-e, kiszálazgatják-e a betegeket, vagy tarvágással fogják úgymond megújítani a területet. A másik kérdésem az, hogy amikor ez a terület megújul, tehát elültetik a csemetéket, leszórják a murvát, kihelyezik a padokat, a játszóteret, a mászókákat, a stb., akkor egyrészt annak a fenntartási költségek itt terhel, erre a 20 millió forinton felül terveztünk-e költséget, vagy terveztek-e költséget az idei költségvetésben, illetve hát tekintettel a mostanában már szokásos nyári asszályos időjárásra a csemeték életben tartásának és a felnevelésének a költsége, az öntözés szerepel ebben a költségvetésben, és ez hogyan lesz megoldva ott öntözőrendszer hiányában. Gondolom, hogy a 20 millióból nem jön ki öntözőrendszer. Köszönöm. Köszönöm, képviselő. Első kérdésére azt gondolom, hogy idén részben tartalmazza, aztán nyilván a többit görgetni fogjuk magunk előtt a következő években. Nyilván a jelentősebb részét. A második kérdésével kapcsolatban azt válaszolnám, hogy nyilván a Pilisi Parkerdő gazdasága jogszabályoknak megfelelően végzi azt a tevékenységet, amit ott már elkezdett a szemételhordással, illetve az erdő átalakításával kapcsolatban, a parkerdő kialakításáról. Ön is ott volt azokon az egyeztetéseken, legalábbis egyre biztosan emlékszem, ahol a Zöld Program irodával közösen tájékoztattak bennünket, vagy tájékoztattuk tulajdonképpen önmagunkat arról, hogy mely fák és miként, milyen területeken maradnak ott meg, és maradnak életben azon a területen, ahol ugye nagy rész jelenleg már kiöregedett és talán veszélyes faállomány található. A fenntartással kapcsolatban azt tudom önnek mondani, hogy idén is terveztünk már ezzel kapcsolatban a Zöld Program iroda során összeeked, de nyilván a fenntartási költségek zöme az a következő években fog majd jelentkezni, és ahogy erről akkor is tárgyaltunk a Pilisi Parkerdő gazdasággal, ebben segítséget fog nyújtani a kispesti önkormányzat. Dódics Gabriella képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, először a Ferenci képviselőtársamnak fűznék annyit hozzá. Pilisi Parkerdő, hogy polgármester úr is elmondta, hogy sokan közöttük mi is ott ültünk az egyeztetéseken, és ott ugye elhangzott, hogy kérésként, hogy a gyorsforgalmi út mentén hagyjanak meg egy fa állományt, egy erdősávot, vagy jó néhány fát, nem tudom, hogy fogalmazok szakmailag, ez hogy helyes. Pont azért, mert elmondta a Pilisi Parkerdő ZRT, hogy ezt az erdőt, amit most erdőnek hívunk, tehát tulajdonképpen nagyon nagy fokban, nagy mértékben betegfák halmaza, kétszer ki kellett volna már termelni, és ugye sajnos itt várhatóan nagyon sok fa fog áldozatul esni, de természetesen ez magába hordozza a megújulást. Ugyanakkor a lakók érdekében kértük, és szerintem erre nagyon fontos polgármester úrnak is mondom, hogy erre figyeljünk, hogy ott valóban meghagyják a lakók érdekében azt a sort, amit ígértek. A költségekről még annyit, hogy ugyan írásos megerősítésen nincs, de várhatóan, hogy ezt polgármester úrnak is jeleztem, az Emberi Erőforrások Minisztérium a további 10 millió forinttal fogja támogatni ezt a beruházást, úgyhogy várhatóan lehet, hogy egy gazdagabb tartalommal, az eredeti bővebb tartalommal tudjuk ezt majd megvalósítani, ezt a parképítést, de amint ez hivatalosan is elérkezik hozzám a levél, akkor nyilván tájékoztatást adok erről. A költségvetés kapcsán néhány kérdésem volna, sajnos ugyanazokat a tendenciákat látjuk benne felfedezni,
ami kapcsán mi rendre évről évre megtesszük a módosító javaslatainkat. Most egyelőre csak kérdéseket szeretnék feltenni, hogy az oldák bölcsödékrendre jelzik, és erről már ugye mi magunk is tettünk módosító javaslatokat a korábbi években, hogy nagyon alacsony a dologi kiadásuk, amilyen 1,5 millió forint, de inkább az 1 millió forinthoz közelít, hogyha jól mondom, hanem akkor majd gondolom a szakiroda kijavít. Ezt ugye korábban is szerettük volna, hogyha meg lehetne emelni, mert ugye ebből vásárolnak játékokat, fejlesztő eszközöket, ha adott esetben bútorokat is. Én most azt az információt kaptam, hogy ebben az évben ez nincs is betervezve, én szeretném megkérdezni, hogy ez így van-e, ha igen, akkor miért, és nyilván majd a módosító javaslatainkat megtesszük. A másik kérdésem az a kedvenc témánkra, a kommunikációra vonatkozik. Ha megnéztem a költségvetést, a Kispest TV költségvetése 4 millió forinttal emelkedik. Ugye korábban a szolgáltató váltása, szerződés váltás előtt 20 milliós tétel volt az éves működés, akkor ugye felemelték 42 millióra, ha jól emlékszem, akkor a polgármester úr azt mondta, hogy ez csak egy kezdeti egyszeri év, amikor ilyen magas lesz. Most ahhoz képest ez nem, hogy visszament, hanem folyamatosan emelkedik. A polgármester hivatal sajtókommunikáció során tavaly még 30 millió forint szerepelt, most 64, ez plusz 34 millió forint. Az önkormányzati sajtókommunikáció soron pedig 77,5 millió forint szerepelt tavaly, idén már 17,5 millióval több, 95 millióra emelkedett ez a sor. Ez, most csak ezt a három sort összeadom, ez plusz 50 millió forint. Én azt szeretném megkérdezni a városvezetéstől, hogy ez mi indokolja ezt a drasztikus emelést, miközben azt gondolom, hogy így azért jelentős összeg megy el kommunikációra. És most igazán nem szeretnék demagóg lenni, be fogjuk adni a módosító javaslatainkat nyilván, de amikor azt látom, hogy az egészségügyi intézet alapellátásán 10 millió forinttal csökkentettük a tavalyi évhez képest, akkor igazán nem értem ezeket az aránytalanságokat. Egyelőre ennyi a kérdésem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Röviden válaszolok, aztán, hogy nyilván a kollégák, ha akarnak, kiegészítenek, ha akarnak, nem. Az óvodák különböző eszközbeszerzésére a tavalyi évben is egy viszonylag jelentős összeg állt rendelkezésre a GESZ költségvetésében is. Ez idén is így van. Tehát tavaly emlékeim szerint évvégén én magam is voltam az egyik óvodában, ahol meg tudtuk nézni, hogy ezekből milyen eszközbeszerzések valósultak meg, és nyilván ez nem csak egy óvoda esetében volt így, ezt ebben az évben is tervezzük. A kommunikációs költségvetés növekedésével kapcsolatban azt tudom mondani önnek, hogy itt nyilvánvalóan lesz szolgáltatás növekedés is, tehát a emelésnek a jelentős része az abból áll, hogy egy új stúdióval találkozhatnak majd a kispestiek, illetve abból is, hogy a Kispest újság periódikáját meg fogjuk duplázni, tehát ahogy más kerületek is, úgy Kispest is nem havonta jelentkezik majd a saját újságjával, hanem magasabb, emeltebb példányszámmal, illetve periódikával jelentkezünk, tehát nem egyszer fog megjelenni egy hónapban, hanem minimum kétszer. Úgyhogy ezért emelkedik itt ez a költség. Egyébként én azt tudom mondani, ezt mindenben is szoktam mondani, lehet ezt sokkalni, de más hasonló méretű városokhoz, kerületekhez képest mindig nagyon alacsony a kerület kommunikációs kiadása. Tessék elmenni az 5. kerületbe, 8., 18., bármelyikbe, vagy Veszprémbe, ami egy akkora város, mint Kispest, és megnézni, hogy ott nem 100 milliókkal, hanem milliárdokkal gazdálkodnak a kommunikációs irodák. Ékes Gábor képviselőnek adom meg a szót. Kérdés lesz, vagy hozzászólás? Képviselő úr. Jó, akkor megadom a szót. Hát azt majd később eldől. Ez a kérdéstől függ. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Mielőtt a kérdésemet föltenném, a GESZ-szel kapcsolatban jutott eszembe, hogy elég nagy szelet a kerület költségvetéséből a GESZ költségvetése. 3 milliárd forint körül van. Hogyha esetleg a későbbiekben lehet arról szó, hogy annak a kibontását is valamilyen módon megkapják a képviselők, az lehet, hogy ez nem generálna ilyen kérdéseket. Több kérdést tennék föl, polgármester úr, és akkor egyszeri megszólalásra tudom ezt abszolválni.
6.4.2-es pont, tehát az intézményi fejlesztések, felújítások fejezetben vagyunk. Sportfejlesztések 200 millió forintra emeltük föl, tavaly 90 millió forint volt. A kérdésem az lenne, hogy ez csak a kacpályának a fejlesztését tartalmazza, vagy a Vekerlei Zoltán utcai sportpályának is a még nem fejlesztett közösségi területét is. Most valamilyen módon rendezni fogjuk, volna rá igény szerintem. Ugyanebben a fejezetben csak egy javítást eszközölnék, az úszoda fejlesztésnél külső medencék építése szerepel még. Nyilván már nem erről beszélünk, hanem más tervezett fejlesztésekről, tehát félrevezető lehet. A 6.8-as azt mondja, igen, egyes hiányzik. Járda és útfelújítás fejlesztési oldalon törölve lett teljes mértékben ez a sor. 46 millió forint volt tavaly rajta. Idén semmi nem szerepel, nem tudom, hogy ez véletlen-e, vagy összecsúsztak esetleg az Excel kockák, rublikák, mert ugyanis a számozásban is hiányzik a 6.8.1. Esetleg erre kérnék választ. És akkor egy kicsit a zöld programmal kapcsolatban. Ugye a működési oldalon a Kispesti zöld programnak a költségvetése 100 millió forinttal növekedett, ezen belül a közparké 40 millióval, a Fasor játszótér fenntartás meg 50 millió forinttal. Most ez egy működési fejezet. A kérdésem az lenne, hogy ez kb. 10%. Hogy milyen extra szolgáltatás kerül bele ebbe a kb. 100 millió forintba. Tehát nem fejlesztésekről beszélünk, hanem csak működésről. És akkor megnézzük ennek a fejlesztési oldalát, a zöld programhoz kapcsolódó fejlesztéseket. Ott is van egy 100 millió forintos növekedés. Itt is a kérdésem az lenne, nyilván itt már egyszerűbb erre válaszolni, hogy milyen extra beruházást tervezünk ezen a területen. És pont letelt az időm. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen a kérdéseket. Akkor megpróbálok sorba menni rajta. Igen, tehát a sportfejlesztéseknél tartalmazza a kacpálya felújítását. Itt ugye egy jelentős beruházás lesz, hamarosan ez el is indulhat, ha elfogadjuk a költségvetést. A centerpálya felépítésén túl, illetve fejlesztésén túl a futókör is átépül, tehát egy rekordtán futókört kap a kacpálya, erre már régóta várnak a kispestiek, illetve ahogy ön is említette, és ez a polgármesteri programban is szerepel, azon a bizonyos szabad területen, a Zoltán utcai sportpályán, ott is elindul az a fejlesztés, amit ígértünk a vekerleieknek, illetve a kispestieknek, és ezt szeretnénk megvalósítani erről a sorról. Az úszoda esetében most nyilván nem arról van szó, hogy ekkora összegből egy új külső medencét építünk. Arra van szó, hogy miután láttuk, azt tapasztaltuk, hogy a tavalyi évben, hogy ez a külső medence építés ugyan jól sikerült, van rá igény, de nem elég nagy. Ezért egy tervezési eljárás során, vagy után az az elképzelésünk, hogy ezt az úszodának a külső medence lehetőségeit bővíteni fogjuk, de a mostani idejévi költségvetésben csak a tervezését helyeztük el. Tehát ez a külső medence bővítés tervezéséről szól. A zöld program jelentős emelésével kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy lesz egy csomó olyan feladatunk, amit hát nem halogattunk, de most jött el az ideje. Például biztosan is tapasztalta, hogy a Kóskároly téren az intenzív használatnak köszönhetően, vagy inkább azt mondom következtében, a fűfelület nagyon elhasználódott, a kis műfűves pálya nagyon elhasználódott, az a kis terület, ahol a kis biciklikkel lehet, az a gumírozott terület játszani a kisgyermekeknek, ez is elhasználódott, a gyöngykavicsos területtel is vannak problémáink, tehát azt tervezzük, mintha lassan ugye 10 éve adtuk át a megújult Kóskároly teret,
ezért ezekre a karbantartási, felújítási munkálatokra szánni kell, és van még néhány ilyen, akár mondhatnám a központi játszóteret, vagy az összes többi ilyen kisebb-nagyobb parkot a kerületben, amire miután ezt a programot több mint 10 évvel kezdtük el, most jön el az az idő, hogy ezeket intenzívebben karban kell tartani, és igen, az sem titok, hogy a kispestiek visszajelzései alapján szeretnénk egy picit intenzívebben foglalkozni ebben az évben is a zöld felületeinkkel. Tehát azt tervezzük, hogy a kispestiek egy még tisztább és rendezettebb várossal fognak találkozni majd, ha elfogadtuk a költségvetést. Ezért, hát nyilván ez pénz nélkül nem megy, ezért tervezzük azt, hogy ezekre a feladatokra többet fogunk szánni. Szatóri Kolos képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Polgármester úr, az előző kérdéseimre igazándiból válaszolt. Köszönöm szépen, ugye úgy érzem, hogy a politikai választ megkaptam, de ettől függetlenül az igazgatóasszonyt én szeretném megkérdezni konkrétan, hogy amit föltettem a kérdésemben is, erre számszerű választ nem kaptam polgármester úrtól. Konkrétan az iskolák működtetésének az átvállalásából mennyi az éves megtakarításunk? Vagy tehát mennyivel kerülnék kevesebbe? Ez az egyik kérdésem, de ezt elmondtam az előbb is. A másik kérdésem pedig a 1,8, ugye a korábban Magyarország kormány által kifizetett tartozás kamatterhei éves szinten mekkora összeggel nyomta a vállunkat, hogy jól emlékszem, hogy hozzávetőleg éves szinten 100 millió forinttal. Ezen kívül még azt szeretném megkérdezni, amit tavaly is fölvetettem, választ is kaptam rá, hogy a rendészeti központot személy, meg egyéb okokból nem lehet külön költségvetési soron szerepeltetni. Ezt megértettem, tudomásul veszem, de arra azért kíváncsi lennék, hogy a 0-24-es nyitvatartásra való átalakítás az milyen költségekkel járna. Köszönöm szépen. Próbálok válaszolni, és elnézést, egy kérdést nem válaszoltam Ékes képviselőnél, az útjárda, ugye? Az útjárda. Az útjárdával az a helyzet, hogy valóban az a sor, az nincsen, viszont a karbantartási, útjárda karbantartási soron viszont egy jelentős összegnövekedés van, ha azt megnézi, az több mint 200 milliós, tehát azokat a feladatokat működési oldalról, a útjárda karbantartás oldalról fogjuk megvalósítani. Tehát nem arról van szó, hogy nem szeretnénk ebben az évben utat és járdát felújítani, hanem egy másik soron található. Ez valószínűleg a kispestieket annyira nem érdekli, őket az érdekli nyilván, hogy ott, ahol probléma van, ott újítsuk föl az utakat. Hát, hogy van-e megtakarítás abból, hogy már nem mi üzemeltetjük az iskolákat, vagy sem, én egyszer ezt számoltam oda-vissza, és azt gondolom, hogy ez egy jelentős félreértés, hogy ebben nekünk megtakarításunk van. Először is szolidaritási adó formájában a kormány minden évben több 100 millió forintot vesz el Kispesttől. Tehát ez az egyik tétel, amivel nyilván, hogy kevesebbet tudunk számolni. Másik tétel meg a normatíva, amivel szintén kevesebbet kap a kispesti önkormányzat, úgyhogy ez nagyjából szerintem egálba is van. Tehát megtakarításról ebben az esetben semmiképpen nem tudunk beszélni. Volt még kérdés, képviselő? Igen. Tehát a kamatterheknek a költsége, amíg volt ugye a hitelünk, illetőleg a rendészeti központ 0-24-es való átalakításának a költségei, ez körülbelül mennyire kerülnek? Köszönöm. Hát ugye az önkormányzat ilyen típusú hitelt 2006 előtt vett föl utoljára, amiről ön beszél, és az görgette. Tehát ennek a három ciklusnak nem volt ilyen típusú szerződése. Tehát nem tudom megmondani, hogy milyen kamatterhei voltak, de akkor majd ezt kiszámoljuk. Egyszer talán számoltunk azzal is, hogy milyen
terhet jelentene a Kispesti önkormányzatnak, ha 0-24-re bővítenénk föl a rendészeti központot. Hát ez több százmilliós kiadás, úgyhogy ezért nem terveztünk egyelőre. Megpróbáljuk ezeket a feladatokat igazgatóral úgy átcsoportosítani, hogy a kispesti rendészek minél több időt tudjanak a közterületeken tölteni, de hát nyilván azt is tapasztaljuk, és nyilván ezzel ön is tisztában, hogy nagyon nehezen találunk már erre a területre is jó szakembert, mert hogy nehezen tudjuk őket megfizetni. Lazányi Ferenc képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, szeretnék érdeklődni, hogy a Kispesti térfigyelő program költségvetése tartalmazza a Nagykörösi útról leszerelt térfigyelőkamerát, tehát a átmenő forgalom, ami összeköt Erzsébettel, ott volt a kameráink, és ugye ez leszerelésre került. Azt a tájékoztatást kaptuk annak idején, hogy a gerincvezeték nem bírja el ezt a terhelést. Szeretnék érdeklődni, hogy végre visszakerül a kamerarendszer oda a Nagykörösi útra. Köszönöm szépen. Mikor? Mert tehát a költségvetés elfogadása után igen. Tehát szerintem ez lesz az egyik első feladatunk, úgyhogy ez majd számon is kérhető rajtunk. Azt bólogatja nekem Bali Péter igazgató úr, hogy a tavasz folyamán. Tehát a tavasz folyamán, az azt jelenti, hogy május végéig legkésőbb. Jó? Köszönöm. Ferenc István képviselő már egyszer hozzászólt emlékeim szerint, de az kérdés volt, most hozzászólásként megadom a szót. Köszönöm, hogy hozzászólásra megkaptam a szót, polgármester úr. Csak azért kérte szót, mert azzal válaszolt a kiserdő megújításával kapcsolatos kérdésemre, hogy a jogszabályoknak megfelelően fog eljárni a Prizsi parkerdő. Ha már így válaszolt, akkor szerintem érdekes, hogy elhangozom itt a nyilvánosság előtt is, hogy a jogszabályoknak megfelelően úgy is el tudna sajnos járni, hogy tarra vágja az egész területet, hiszen az erdőkről szóló törvény az nem tesz különbséget mondjuk a Bükkbe vagy a Pilisbe ipari fakitermelés céljából telepített erdők és egy városban lévő erdő között. Tehát jegyezzük meg itt, hogy akkor a Pilisi parkerdő szakembereinek és felelősségeinek a jó indulatán is múlik, hogy nem kizárólag a jogszabályokban lefektetett követelményeknek tesznek eleget, hanem tekintettel vannak arra, hogy ez az erdőben van, egy kerületben, benn van a városban. Csak ennyit akartam hozzáfűzni, köszönöm. Köszönöm szépen. Ékes Gábor úrnak akkor harmadjára is megadom a szót. Polgármester úr, ez a második, és szerintem az utolsó lesz. Tehát nem tudom, miért aggódik ennyire, hogy ki hányszor szól, de próbálok rövid lenni. Megnéztem azt az ominózus sort, a 3.11.1 út, parkoló, járda, karbantartás, csapadék, elvizet, vezetés. Itt 30 millióval csökkent a költségvetés, 200 millió forint van csak rajta, de ebből nem akarok nagy problémát csinálni, tehát ha azt elköltjük tényleg erre, az lehet, hogy azért látszani fog a kerületen. Azért mondom, hogy ha tényleg elköltjük, mert a pénzmaradványról szeretnék még egy-két gondolatot, ahogy mindig szoktam, de azt hiszem inkább a zárszámadásnál. Mert azt látom, hogy a fejlesztések megvalósulásának nem annyira pénzügyi oka van folyamatosan, ugyanis folyamatosan görgetünk magunk előtt több mint 1 milliárd forint pénzmaradványt. Az idei vállalás fejlesztési oldalon megint csak elég ambiciózus, ahogy tavaly is az volt, nem sikerült őket megvalósítani. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, de én őszintén drukkolok a kispestiek érdekében, hogy amit erre a választási évre polgármester úr tervezett, azt meg tudja valósítani, mert nyilván abból mindannyian csak prosperálni fogunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gábor, akkor légy szíves, Patek Gábor irodavezető úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. A felvetett kérdés teljesen jogos. 2017-es bázis évnél az útfelújítási soron rendelkezésre álló költségvetési forrás nem került felhasználásra, és 18-ra áthúzódó. Itt be vagyok kapcsolva, akkor most közelebb húzódtam, bocsánat.
Tehát, hogy a 2017-es naptári évről meg nem valósult útfelújítás, a Szövetség utca útfelújítása áthúzódó költség volt 18-ba, ezért volt az útfelújítási sor a korábbi évekhez képest a kétszerese, tehát közel kétszerese, és gyakorlatilag ez egy csalókaszám volt 18-ban, mert nem szoktunk ekkora összeget kérni, illetve idén pénzügyi igazgató asszonnyal történt egyeztetés alapján azért nem is kértünk, mert alapvetően a Báthori utca egyes szakaszainak felújítása, az Esze Tamás utca egyes szakaszainak felújítása pusztán kopóréteg cserét indokol, tehát nem felújítási jellegű, hanem működési jellegű kiadásról beszélünk. Ez is egy könyveléstechnikai kérdés, de forintra nincs kevesebb pénz erre a feladatra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Varga Attila képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Én nyilván a Szociális Bizottság vezetőjeként erről az ágazatról szeretnék egy pár szót ejteni a költségvetés kapcsán. Én egyrészt nagyon örülök, hogy a 2018-as évet sikerült úgy lezárni, hogy voltak olyan fejlesztések, amik segítették a Kispesten élőknek a helyzetét. Most akkor mi hirtelen eszembe jut az emelt szintű szolgáltatás a létszámban a centrum részéről, illetve a mikrobusz beszerzés és hasonlók. És úgy tűnik, hogy az idei költségvetés is ezt nagyon szépen leköveti, tehát számszakilag és tartalmilag is egy pici fejlődésben lehet részünk. Úgyhogy én arra kérem minden képviselőtársamat, hogy ilyen módon, mivel hogy fejlődhet az idei évben is a szociális ágazat, szavazzák majd meg a költségvetési sor ezen részét is, és illetve egészében is. Tudom, hogy ez egy kicsit jó ábrán, de azt gondolom, hogy ez a része is. Tehát eddig beszéltünk a matériáról, hogy milyen fejlesztési sorokon milyen költségek jelennek meg. Én azt gondolom, hogy a szociális ágazatot azt támogassák a szavazatokkal. Köszönöm szépen a figyelmet. Úgyis olyanok szeretnének szólni, akiket már szerintem annyi szót adtam, például Szatórikos már. Volt kérdés, én most ide tették nekem, hogy kérdésre egyszer van lehetőség 3 perc, hozzászólás 1, 5 perc, 2 percet, 2 percre megadom a szót Szatórikos képviselőnek. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, egy is elég lesz. A közpark KFC-re szeretnék rákérdezni. Ugye a tavalyi évben, ha jól emlékszem, 330 millió szerepelt a közpark soron. Most ez 370-re emelkedett, tehát ha jól tudom, 40 millióval emelkedett, vagy jól emlékszem. Hogy ez célzott támogatás valamilyen plusz feladat elvégzésére, vagy tehát mi indokolja a 40 millió több mint 10%-os emelést. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Vince Kalpolgármesternek adom meg a szót. Hát a Közpark Kft-vel kapcsolatosan épp a mai nap folyamán volt Bán Zoltán igazgató úr egyeztetve a közfoglalkoztatotti létszám keret állami támogatások kérdésében is. Már tavaly is nagy emelkedés volt a tavalyi évben, mert folyamatosan csökken azoknak a száma, akiket foglalkoztatni tud a Közpark Kft. Közfoglalkoztatottakra gondolok, és itt egyformán csökkent azok száma, akik a közterületi takarításban vesztettek részt, illetve esetleg intézményeknél voltak elhelyezve. Az idén még drasztikusabban fog csökkenni, és ha jól tudom, a mai tárgyalás eredménye az, hogy a tavalyhoz képest is jelentősen csökken a létszám. De ez hagyján, hogy csökken, mert ez is fontos, hanem a támogatásnak a nagysága is. Tehát mi korábban voltak olyan időszakok, amikor 80-20% volt a támogatás mértéke. Most, ha jól nézem a Zoltánt, 60-40%-ra ment. Tehát 40%-ot a költségeknek már az önkormányzatnak kell állni. Tehát maga a munkaügyi központ kevesebbet is finanszíroz, és létszám is csökkent. És a közparknál az a gond, hogy hiányzik elég sok ember, és folyamatosan kénytelen, főállású emberekkel megerősíteni a csapatát, hogy az alapfeladatait, a közterületek takarítását, fejlesztését el tudja látni. És innen van ez a jelentős emelkedés. Ezt majd nyilván a felügyelőbizottság
vizsgálhatja az év során, hogy ezek tényleg bérköltségben, járulékaiban úgy lesznek, ahogy most sajnos terveznünk kell. Köszönöm szépen a polgármester úr, Dóri Gabriella képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, ahogy ugye jeleztem az első felszólalásomban, lenne néhány módosító javaslatunk, ezt természetesen írásban is átadom mindjárt polgármester úrnak, csak néhány szóban szeretném ezt kiegészíteni. Engem nem nyugtatott meg, amit az óvodákról, bölcsödékről mondott, ezért továbbra is szeretnénk javasolni egy-egy millió forintot valamennyi telephelynek. Ezt kérem, hogy támogassák a képviselők. Az egészségügyi intézet alapellátása, ahogy említettem, hogy az előző felszólalásom a 10 millió forinttal csökkent. Ennek lehet az az egyik indoka, hogy az egyik bérleti szerződése kifutott az intézménynek, ugyanakkor a tüdőgyógyászati röntgen digitalizálására és egy új kardiológiai ultrahangkészülékre leasing szerződést, újabb szerződést kellene kötni, ezért itt az a javaslatunk, hogy legalább a tavalyi 110 millió forintos alapellátási támogatási mértékre emeljük vissza a 100 millió forintot. Ugye, tavaly volt egy kezdeményezésem, az Ovisport alapítványal telepíthettünk volna, amennyiben támogatást kapott volna az elképzelés sportpályákat az óvodákba. Én továbbra is azt szeretném javasolni, hogy egy 10 millió forintot különítsünk el erre, hogy a kispesti óvodáskorú gyermekeknek legyen sportolási lehetőség kint a szabadban. A Városi Üzemeltetési Bizottság ülésén hangzott el a Vekerlei Ablakcsere program folytatásáról kapcsolatos igény. Erre 10 millió forintot szeretnénk elkülönítetni. A Bezsenyi utcai gyermekorvosi rendelő nagyon szép lett és megújult, de a másik fele, ugye a felnőtt orvosi rendelő katasztrofális állapotban van. Ott ugye már a nyílászárók is nagyon rosszak, de összességében az egész épületre ráfér a felújítás. Erre szeretnénk egy 40 millió forintot elkülöníteni, ami vélhetően az egész felújításra nem lesz elegendő, de legalább a munka elkezdéséről, vagy a tervek elkészítésére mindenképp. Kispesti polgárőrségnek szeretnénk a polgárőrségek támogatására sorra 500 ezer forintot átcsoportosítani, a tűzoltó parancsnokságnak 1 millió forint támogatást szeretnénk adni, egy plusz 1 millió forint támogatást. Ugyanígy egy 1 millió forinttal szeretnénk, hogyha támogatná az önkormányzat a fogyatékossággal élőket segítő gyöngyszemek alapítványt és a munkavilágába hajléktalanokat visszasegítő misszió alapítványt. Emellett valamennyi egyházi iskola kap egy-egy millió forintot, csak az Ady Endre Református Általános Iskola maradt ki ebből a sorból, ezt szeretnénk 1 millió forintot adni nekik is. Kispesti Női Kézilabda Klub, ugye 5 millió forinttal szerepel a költségvetésben. Egyeztettem a vezetőjükkel, és a működésükhöz nagyon-nagyon fontos lenne, egy Kispest nevét öregbítik, hogyha kicsit magasabb összeggel tudná támogatni a kerület. Itt egy plusz 15 millió forintra volna szükségük. Erre teszünk javaslatot, illetve egy utolsó javaslatunk is van, amivel tudom, hogy polgármester urat is megkeresték már, a kispesti mentőállomáson nagyon-nagyon jó volna egy újraélesztő mellkas kompresszor, ez egy 4 millió forintos összeg, amelyet akár nyilván, hogyha most nem került támogatásra ez a javaslat, akkor akár a szomszédos kerületekkel összefogva is egy következő költségvetés módosításnál be lehetne fogadni. Én kérem a képviselőtársaimat, hogy illetve a polgármester urat arra, hogy szavazzunk külön soronként, hát ha lesz olyan, amelyik valami véletlen folytán támogatást nyer. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fekete László képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim. Nem kérdésem lenne, inkább hozzászólás az, amit elmondanék. Kiemelném azt, hogy én különös eredmények tekintem, hogy az év első testületi ülésén tudunk szavazni a költségvetésről, hiszen a kerület érdekében ez az egyik legfontosabb dolog. Ennek ellenére gondos előkészítő munka után tárgyalhatjuk ezt, hiszen minden bizottság tárgyalta, mindenféle helyszínen javaslatokat lehetett tenni a módosításra. Én azt gondolom, hogy ez egy jól felépített költségvetés, ami a stabilitást szolgálja. Szerepelnek benne kötelező feladatok, ilyen az intézmények fenntartása, de számos önként vállalt feladat is van, ami szintén a kispestek érdekét szolgálja. Az intézmények működtetéséről beszéltem. Néhány dolgot felsorolnék nyilván teljesség igénye nélkül, hogy mi az, amire gondot fordítunk.
amennyiben ezt elfogadjuk és végrehajtásra kerül, természetesen a polgármester program keretébe, hiszen erről már egyszer döntöttünk, hogy milyen út mentén és milyen irányba haladunk, tehát gyakorlatilag ennek minden egyes elemét tartalmaz a polgármester program. Ilyen például a Kispesti Zöld Programnak a támogatása, ahol kiemelt hangsúlyt kapott a Fasor játszótér felújítás. Tehát gyakorlatilag úgy érzem, hogy képviselőtársam, frakcióvezető azt, hogy nyitott kapukat dönget, ezért úgy is érzem, hogy néhány módosító javaslat provokatív jellegű, hiszen ez az 1 millió forint ide vagy oda, ez azt a cél szolgálja, hogy ezt le lehessen írni az újságjukba, és el lehessen mondani azt, hogy az a csúnya, gonosz baloldali polgármester és képviselőtársai nem szavazták meg ezt a dolgot, holott ezeknek igazából nincs lehetőség, hiszen olyan dolgokkal foglalkozunk, és olyan irány mentén haladunk, olyan út mentén haladunk, ahol minden egyes dolog föl van építve, és minden dolog tervszerűen működik. Éppen ezért lehet az, hogy több mint egy évtizede már stabil a kerület költségvetése, úgyhogy fejlesztés is van. Beszéltünk az intézmények felújításáról, így az óvoda és a bölcsődei épületek felújításáról. Hát ha valaki nyitott szemmel jár, az látja, hogy ez is egy folyamat része, ami már elkezdődött az előző évben, és itt is kellő hangsúlyt kap a költségvetésbe, és ez is tervszerűen halad és működik tovább. Oktatási intézmények, oktatási programok támogatása is szerepel ebbe, itt, és hogyha itt kiemelhetném, akkor a Bursa Hungarikát emelném ki, ami önként vállal a feladatát, ez a kerület lakosainak érdekében történik, és a kerület fiatalainak a tudását, a tanulását, a tanulmányát segíti. Kellő hangsúlyt kap az egészségmegőrzés, a közművelődés, és beszéltünk már a közbiztonságról. Tehát a térfigyelő program fejlesztése, annak fenntartása egy nagyon fontos dolog, ami, hogyha megkérdezzük a kispestieket, akkor az elsőként kerül elő az egészség mellett, egészség megőrzés és az egészség megóvása mellett a közbiztonság kérdése. Nyilvánvaló az, hogy a polgármesteri programban elhangzottak, illetve felsoroltak szerint, ugye, ahogy nőtt a térfigyelő program kapacitás, ahogy fejlődött ez a terület, úgy a bűncselekmények száma jelentősen csökkent. Ezt annak idején kapitány is alá tudta támasztani. Tehát én azt szeretném kihangsúlyozni, ez egy olyan stabil költségvetés, ami a kerület javát szolgálja, és nem járunk abba a cipőben, mint sok vidéki város, Pécset említhetném, de jó néhány másikat is, ahol eladósodtak. Tehát, hogy amennyiben ez út mentén haladunk tovább, akkor én azt gondolom, a kispestiek fogják ennek az áldásos részét élvezni. Köszönöm. Így van. Köszönöm szépen, képviselő úr. Dóri Gabriella képviselő asszony, második hozzászólásként megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestet. Már nem kívántam hozzászólni, mert azt gondolom, hogy röviden és tömören elmondtam a módosító javaslatunkat, ami egyébként a 12 milliárdos éves költségvetésnek 1%-át sem teszi ki, tehát kb. 100 millió forint átcsoportosítására tettünk javaslatot. De Fekete László frakcióvezető úr kirohanását azt gondolom, hogy nem lehet szó nélkül hagyni. Tehát most én is dobálózhatnék azzal, hogy ez nem más, mint választási költségvetés. Most hirtelen fontosak lettek a közterületek, eddig nem baj, hogy térdig gyalogoltunk a zavarban, és a többi nem sorolom. Ezt gondolom, hogy nem az újsággal és az újságcikkekkel kellene példálozni, hanem itt az alkalom, frakcióvezető úr, hogy szavazza meg nyugodtan az egészségügyi intézetnek azt a 10 millió forintot, tehát nevetséges összegről beszélünk, 10 millió forintot, vagy szavazza meg az óvodáknak és a bölcsödéknek azt a plusz 1-1 millió forintot, szintén nevetséges összegről beszélünk, 22 millió forintról beszélünk, itt az alkalom frakcióvezető úr, és akkor nem lesznek újságcikkek, hogyha ön csak ebben tud gondolkozni, nem a kispestiek egészségében, a kispesti óvodásoknak a jólétében, és nem sorolom, köszönöm. Köszönöm szépen. Zárszó következik, nem adok már senkinek se szót, úgyhogy ne is jelentkezzenek képviselőtársaim, mert lezárom a vitát. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Erről természetesen a Fidesz-KDNP frakció javaslatairól fogunk szavazni. Én azt fogom javasolni a képviselőtestületnek, hogy egyben szavazzunk. Nyilván erről a testületnek majd szavaznia kell, hogy szavazhatunk egyben róla, vagy egyben kíván-e szavazni, vagy soronként. Azért megnyugtatásként annyit szeretnék frakcióvezető asszonynak említeni, hogy minden ilyen egyes esetben, amit ön elmondott, a tavalyi évben is, és ebben az évben is találtunk, illetve fogunk találni erre forrást. Az, hogy most esetleg ezek nem lesznek elfogadva, az nem azt jelenti, hogy a feladatot majd nem fogjuk végrehajtani. Hát ha csak az egészségügyet
akarjuk kiemelni, akkor az egyik legjelentősebb idejévi fejlesztés az egészségügyi intézetben történik majd meg hamarosan, hiszen a teljes fogadótér átépítésére, korszerűsítésére sor kerül, de ezt tudom mondani arról is, hogy a gépműszer beszerzéseket is támogatni fogjuk. Nyilván ön is tudja, hogy évközben többször is felül szoktuk vizsgálni a költségvetésünket, tehát ahogy látjuk, hogy van erre lehetőség, van rá forrásunk, akkor biztosítani fogjuk az egészségügyi intézetnek azt a plusz forrást, amivel ezeket a gépeket, ezeket a beszerzéseket meg tudja oldani. Ez idén is így lesz. Jó, szavazni fogunk. Jó, akkor először a Fidesz-KDNP frakció módosító javaslatairól, de kérem lesz arról szavazzanak, hogy egyben kíván-e szavazni a képviselőtestület a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 módosító javaslatról. Aki egyben kíván szavazni, az igen gomba nyomja, az igen gombot nyomjon. Igen, tehát hogy egyben vagy soronként. Én egyben kívánok. 12 igen, 5 nem. Akkor most kérem képviselőtársaimat, hogy frakcióvezető asszony által felsorolt javaslatokról, ami, ahogy ő említette, ez nem éri el a költségvetési főszeg 1%-át, tehát ezek szerint nyilván nem jelentős javaslatok, ezek nyugodtan le is szavazhatjuk őket, kérem szavazzanak nemmel. Vagyis kérem szavazzanak, ahogy tetszik, de én azt javaslom, hogy nemmel. Öt igen, tíz nem, két tartózkodással nem támogatta ezeket a javaslatokat a képviselőtestület. Igen, volt néhány pontosító módosítás, ami föl van töltve a rendszerbe, a 2018 évi költségvetés módosításáról szóló pontosító tendertervezet, azt szerintem most nem érdekel bennünket, mert azt már elfogadtuk, hanem a 2019 évi költségvetésről szóló pontosított rendelettervezetet, ezt megkapták, mindenki megkapta e-mailbe a változást, tehát ezt figyelembe véve kérem szavazzanak a költségvetés elfogadásáról, és akkor megkérem a Vamis igazgatóját, hogy most ne vegyen részt a szavazásba. Mindenki egyébként szavazzon. Hát ha előbb azt mondtam, hogy nemmel, akkor most azt mondom, hogy igennel, mert egy stabil és jó költségvetést fogunk elfogadni. Ékes Gábor képviselőtársam még nem szavazott igennel. Majd jegyzőkönyvezzük, hogy rosszul szavazott. Jó, 11 igen, 3 nem és 2 tartózkodással fogadta el a képviselőtestület az idei évi költségvetését. Mindenkinek szeretném megköszönni a munkát, különösen a pénzügyi és gazdasági irodának, illetve igazgatóasszonynak egy hosszú munka volt ez tulajdonképpen tavaly októbertől kezdtük, és most értünk a végére, és aztán most jön a még nehezebb része, amikor majd el is kell meg is kell valósítanunk ezt. Már majdnem azt mondtam, hogy el is kell költeni ezt a sok pénzt, de hát nyilván nem erről van szó, hanem meg kell valósítanunk azokat a célokat, amelyeket a költségvetés során meghatároztunk. Szeretne valaki szünetet? Ferenci frakcióvezető úr szünetet kér, úgyhogy 5 perc szünetet rendelek el. Jó. Most itt tartunk, ugye 8-at? Igen. Kérem képviselőtársaimat, hogy foglaljanak helyet, kollégákat is, hogy csendesedjenek el, ha lehet ilyet kérni. Csak egy kólát ittam. Jó.
Hát folytatjuk a testületülést. Viszonylag rendhagyó módon folytatnánk, mert szünet közben kaptam egy információt, hogy a kormányhivatal kérésére most a 15-ös napirendi pontot le kéne vennünk. Ez a hivatal és a kerület közötti megállapodásról szólna, amelyben átadnánk az eszközöket, de itt további egyeztetés vált szükségessé. Még egyszer mondom, nem a mi kérésünk, hogy én azt javaslom, hogy a 15-ös napirendi pontot vegyük le a mai tárgyalandó sorról. Miután elfogadta a képviselőtestület a napirendi sort, ezért egyébként csak a képviselőtestület tudja ezt levenni, úgyhogy kérem, most szavazzanak a 15-ös levételéről. Köszönöm szépen. És akkor áttérünk a 8-as napirendi pontra, amely a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló rendeletünk módosítását takarja. Vincek György alpolgármester úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Minden éve sor kerül erre a feladatra, elvégzésére, és itt mindig elmondom, hogy az intézményi térítési díj felülvizsgálatról szól ez zömében ez a rendeletünk, amelynek kapcsán az intézmény az ezéves várható kiadásait kalkulálja, és minden ellátási típusra térítési díjat számol. Tulajdonképpen amennyiben kerül neki a szolgáltatás, ezt is jogszabályok írják elő, hogy milyen költségek számolhatók el. Nem keverendő tehát az intézményi térítési díj azzal, amit a kliensek, az ügyfelek, a gondozottak személyi térítési díjként fizetnek, mert azok nem változnak. Két apró változás van mindösszesen a tavalyihoz képest. Erről egy-egy gondolatot mondani. Az egyik a átmeneti gondozás keretében törvényi kötelezettségünké vált, hogy aki nem kér az átmeneti gondozóházba ellátást, élelmezést, az megtehesse. Eddig kötelező volt. Most mi úgy oldottuk meg, hogy aki nem kér, az kevesebbet, 55%-át kérhetünk abban az esetben a nyugdíjának, amennyiben kispesti, természetesen 55%-ot kérhet. Ez, tehát figyelembe vettük azt, hogy ő egy alacsonyabb szolgáltatásra tart igényt. Valószínű, hogy ilyenre nem került Kispesten sor, mert eddig se volt erre igény, de a lehetőséget biztosítottuk. A másik pedig a jelzőrendszeres ellátásról szól, ahol két mondjuk nyugdíjas kér jelzőrendszert és egy eszközt használ, tehát nincs minden a kettőjüknek külön-külön egy-egy eszköz. Ebben az esetben bevezettük azt, hogy csak 1,5%-os térítési díjat kérünk, tehát nem 2%-ot külön-külön, mert csak egy eszközt használnak, de természetesen itt azért érvényesítettük azt, hogy véletlenül több riasztás lesz, és itt nyilván a költségek növelhetők. Ehhez képest tehát semmi más szolgáltatásban a személyi térítési díj nem változott. Mindössze annyira azt kell figyelembe véve, hogy a táblázatokból látszik, hogy az összes személyi térítési díj Kispesten a jövedelemhez igazodik. Tehát természetesen akik ugranak és magasabb jövedelmük keletkezik, bár most viszonylag alacsony volt a nyugdíj emelés, hát zömében nyugdíjasok használják ezeket a szolgáltatásokat, illetve élvezik ezt, így remélhetőleg keveseknek lesz majd arra alkalmuk, hogy egy magasabb kategóriába ugorjanak. Itt is igaz az, hogy a méltányosság rendszere továbban is fennáll, tehát az intézmény vezetői fel vannak arra hatalmazva, hogy a szociális indokoltság megvan, akkor méltányosságból csökkenthetik a személyi térítési díjakat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a polgármester úr. Kérdezem a tisztelt testületet, van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról.
minősített többség szükséges ehhez természetesen. Köszönöm a képviselőtestet, 15 igen, 2 tartózkodás mellett fogadta el a rendelet módosítását. Következő napirendi pontunk szintén egy rendelet megalkotásáról szól, úgyhogy ezt fogjuk tárgyalni. Ez a közszolgálati tisztviselők napjáról és a 19 év egyes napjára vonatkozó munkavégzés alól történő mentesítésről és az igazgatási szünetről szól ez a rendeletünk. Nekem nincsen szóbeli kiegészítésem, kérdezem jegyző urat, hogy van-e? Nincsen, kérdezem a tisztelt képviselőtestet, tehát van-e kérdés, hozzászólás? Akkor rendeletet alkotunk, kérem szavazzanak, ehhez is minősített többség szükséges. Köszönöm, 17 egyhangú. A következő napi rendi pontunk a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum szervezeti és működési szabályzatának, valamint integrált szakmai programjának módosításáról szól. Vincek György alpolgármester úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen! Az előterjesztésből, illetve a határozati javaslatokból látszik, hogy ennek alapja az, hogy törvény kötelezettségünk van, amely úgy szól, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre létszámot kell biztosítani, illetve meg kell teremteni ennek feltételeit. Az elmúlt évben 6 fővel növeltük már e tekintetben a létszámot, és örömmel jelenthetem, hogy azt hiszem októbertől már működnek is ezek a munkatársak. A fővárosban egyedülálló egyébként, hogy ez a működés szinte határidőre, mert szeptember 1-től kellett volna elindulnia, megtörtént. Más kerületekben még csak keresik azokat a munkatársakat, akik ezt a gyermekvédelmi feladatot ellátják. Idén a mostani határozatunkkal további 3 fővel növelnénk a szociális segítők létszámát, illetve még a szóban forgó az előterjesztésben szereplő még 2 fő, amire szükségünk lesz. Az előterjesztésből ez látszik, hogy nagy részt ezeknek a személyeknek a bérköltségét és járulékköltségét az állam normatív úton finanszírozza. Köszönöm. Köszönöm szépen a polgármester úr. Kérdezem a testületet, van a kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzanak a Szociális Szolgáltató Centrum szervezet és működési szabályzatának elfogadásáról, valamint a integrált szakmai program módosításáról is. Mindkét módosításról kérem szavazzanak. Ez is minősített többség. 16 egyhangú, igen, köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk a polgármesteri hivatal szervezet tagozódásáról szóló normatív határozatunk módosítását akarja. Nekem nincsen szóbeli kiegészítésem, kérdezem jegyző urat, van-e? Nincsen, kérdezem a tisztelt testületet, van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzanak az előterjesztésről, minősített többség szükséges annak elfogadásához. Igen, egy tartózkodás mellett fogadta el a testület a javaslatot. A 12. napirendi pont a lakossági zöld hulladék akciók, illetve az összegyűjtött zöld hulladék rakodása, komposztáló üzembe történő szállítása és lerakása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés aláírásának előzetes engedélyeztetése, hogy ezt a szerződést a Közpark Kft. Köti, de a képviselőtestületnek kell ezt jóvá hagyni, abból a szempontból azért jó, és jó, ha tudja mindenki, hogy milyen sokat költ a kerület arra, hogy a város különböző pontjain összeszedett zöld hulladékot komposztáljuk, elszállítsuk, összegyűjtsük. Szatúri Kolos képviselő úr szeretne hozzászólni, megadom a szót.
Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Igazándiból először csak egy kérdésem lenne, hogy a Környezetvédelmi Bizottság miért nem tárgyalta ezt az előterjesztést, tehát miért nem járt nálunk, miért a testületi anyagból lehetett csak megismernünk. Valamint akkor mindjárt akkor fölteszem a másik kérdésemet is, hogy korábban ugyanez a tevékenység milyen összegbe került éves szinten, tavaly évben mondjuk. Köszönöm szépen. Az illetékes bizottság, közbeszerzési és költségvetési bizottság tárgyalta ezt a javaslatot, miután egy közbeszerzési eljárásról beszélünk, és a tavaly évben emlékeim szerint ugyanekkora, nagyságrendileg ugyanekkora összeget költöttünk erre a feladatra. Dódi Gabriella képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye van a kocpálya mögötti területen, ugye a zöld hulladéklerakója az önkormányzatnak. Ugye azzal mi a terv, ugye nagyon sok lakossági panasz érkezik hozzánk, ugye az ottani bűz, illetve rákcsálók miatt, hogy ezzel a szerződés párhuzamosan az megszűnik, vagy áthelyezik máshova, arra lesz szükség a továbbiakban, vagy ezzel párhuzamosan ugyanúgy működni fog ez tovább az a telep. Köszönöm szépen. Egy ideiglenes deponáló területről beszélünk, természetesen nem tervezzük, hogy hosszú távon ezen a területen marad, idén még mindenképpen, de én úgy tudom, hogy a Közpark Kft. Ezt folyamatosan kezeli, illetve a rákcsálómentesítésről is gondoskodott, tehát abban bízom, hogy ebben az évben nem lesz ezzel probléma, vagy ha van, akkor nagy valószínűséggel nem erről a területről érkeznek a rákcsálók, de természetesen Bán Zoltán igazgatórat innen erről a helyről is arra kérem, amit már tavaly is megtettünk párszor, hogy kiemelt figyelemmel kezeljék ezt a területet. Remélem, hogy ez idén is így lesz. Még egyszer mondom, ez egy ideiglenes deponáló hely, tehát nem marad a világ végezetéig itt a deponáló. Amennyiben nincs több kérdés, akkor szavazni fogunk, mert hogy lezártam a vitát, a határozati javaslatot az előterjesztés hátoldalán találhatják, kérem szavazzanak. Két tartózkodással fogadta a testület a javaslatot. A következő napirendi pontunk a javaslata légtérzaj elleni intézkedésre címet viseli. Az elmúlt időszakban úgy tűnik, hogy Kispestet is valamilyen szinten elérte ez a probléma. Én is több kerületi lakóval beszélgettem, illetve kaptam ilyen jellegű jelzéseket is, hogy próbáljunk meg valamit tenni a Ferihegyi repülőtér által kibocsájtott zajártalommal. Nyilván a személyes tapasztalat is az, hogy vannak olyan időszakok, amikor ez zavaró ez a tevékenység, vannak olyan időszakok, amikor kevésbé, vannak olyanok ezen a területen, akik megerősítik ezt a problémát, volt olyan is, aki azt mondta, hogy nem érzékelt változást. Minden esetre azt gondolom, hogy ha két kispesti is panaszkodik ilyen típusú problémára, akkor nekünk legalább ilyen szinten foglalkozni kell ezzel a témával, ezért terjesztettem a képviselőtestület elé ezt az akció tervet, ami rövid, tömör, velős, és szeretnénk is végrehajtani. Bogó Józsefné képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Néhány információt szeretnék megosztani ezzel kapcsolatosan. Első körben nagyon örülök, hogy mi is valamiféle akciótervet dolgozunk ki ez ügyben, mert tavaly augusztus óta Burány Sándor országgyűlési képviselőhöz, aki ugye Kőbányos Kispest országgyűlési képviselője, nagyon-nagyon sok panasz érkezett a megváltozott útirány miatt. Ezért ő már tett föl kérdést a parlamentben a Palkovics László miniszternek, írásban,
mi indokolja, hogy megváltoztatták a repülési útvonalat, esetleg milyen jogszabályokat kell megváltoztatni az ügyben, mikor várható, tehát milyen javulás várható mondjuk ezeknek a hatására. Erre megkapta a választ, ami hát jó, nem minősítek. Amiben azt mondják, hogy egy ilyen egységes szabályozás miatt kellett megváltoztatni ezt az útvonalat. Ő szerintük nincs zajterhelés. Csak mutatok egy képet így messziről, hogy körülbelül így néz ki az útvonalnak a zajtérképe. Úgyhogy ez ügyben minden kerületnek fontos az, hogy valamit kidolgozzon, és az, hogyha most Kispest is felveszi ugyanúgy ezekkel a szervezetekkel a kapcsolatot, az csak ennek az ügynek a javát szolgálja. Van egy kultúrát légi közlekedésért egyesület. Én a Környezetvédelmi Bizottság ülésen felajánlottam, hogy elhívjuk ennek a vezetőjét, ővel folyamatosan kapcsolatban vagyunk ebben a témában, és hát teljes körű felvilágosítást tud adni. Tehát itt azon kívül, hogy nem volt semmilyen hatástanulmány, semmi nem volt, mégis erre hivatkoznak a válaszlevélben. Fontos, hogy minden kerület ezt a maga módján megtegye, és felhívja a figyelmet arra, hogy és ami a legfontosabb, ugye, hogy most azért az új terminál építésével még problémásabb lesz ez a terület. És nyilvánvalóan, hogyha Kispestet is érinti, bármilyen kismértékben is, ahogy a polgármester úr mondta, nekünk foglalkozni kell vele. Én nagyon szívesen részt veszek ebbe a csoportba is, hogyha ez megalakul, vagy valamiféle csoport alakul ez ügyben. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Szatori Kolos képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Elnök asszony egy részét már elmondta annak, amit mondani szerettem volna. Alapvetően a bizottsági ülésen és a Várospolitikai, Városüzemeltetés és Rendészeti Bizottsági ülésen is tárgyaltuk a napirendet, ott is elmondtam, hogy én azt gondolom, hogy az ügy horderejéhez képest ez nem minden igényt kielégítő előterjesztés, tehát ettől függetlenül természetesen azt gondolom, hogy támogatandó, mert minden olyan ügy, ami a kispestiek körülményeit, vagy életkörülményeit, vagy komfortérzetét befolyásolja, az ügyben nekünk, mint képviselőtestület lépnünk kell. Én a Környezetvédelmi Bizottsági ülésen első körben azt javasoltam, hogy az akcióterv ugye 8 pontból áll, ez nem tudom, hogy időrendi sorrendben lett összeállítva, vagy ötletszerűen. Amennyiben időrendi sorrendben lett összeállítva, akkor nem tartom túl szerencsésnek, hogy a legutolsó, a 8-as, a zajmérő állomás kihelyezésének a megvizsgálása, mert azt gondolom, hogy ez a kiindulási alap kell, hogy legyen. De ettől függetlenül változatlanul azt gondolom, hogy támogatandó a dolog. Örültem volna, hogyha az anyaghoz örülök, jó, de jó, hogy megérkezett képviselő úr, csatolják azt a beadványt, amelyet Burán Sándor országgyűlési képviselő úr ugye a parlamentben a miniszter úr felé intézett kérdésként, és az erre kapott választ szerintem szerencsés lett volna az anyaghoz csatolni. Valamint a Környezetvédelmi Bizottság ülésen elnök asszony bemutatott nekünk egy térképet, a légi folyosókat ábrázoló térképet, zölddel és pirosra volt jelölve, vagy kékkel és pirosra, ha jól emlékszem, hogy mennyiben mozdult el a légi folyosók területe, vagy iránya. Azt szerint, a térkép szerint egyik sem érinti Kispestet. Ettől függetlenül jó magam is kaptam telefonos és e-mailes megkeresést, tehát nyilvánvalóan azt gondolom, hogy a problémával, amennyiben valós probléma, foglalkoznunk kell. Én nekem az a kérésem, hogy amit a Várospolitikai, Városüzemeltetés Rendészeti Bizottságnál határozati javaslatként is, plusz határozati javaslatként megszavazott a bizottság teljesen egyhangulag, hogy ha és amennyiben sikerül a Bogó elnök asszony által találkozó
létrehozni, akkor tartsunk egy együttes ülést a két szakbizottság, de még azt se tartom kizártnak, hogy szerencsés lenne, hogyha a képviselőtestület tagjait tájékoztatná mondjuk egy szakavatott ember, hogy mi az, amit tehetünk, mi az, ami a leghatékonyabb, tehát milyen irányba induljunk el. Köszönöm szépen, ennyit szerettem elmondani. Köszönöm szépen. Burány Sándor, Kispest parlamenti képviselője jelentkezett szólásra, megadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Elnézést kérek a vita első néhány mondatát nem már módonban hallani, hiszen csak most érkeztem, viszont a problémáról nekem is van tudomásom, hiszen nem csak Kispesten, Kőbányán élők közül is sokan kerestek meg fogadórámon, hogy ez a probléma tavaly nyár végén, augusztusban szintet lépett, hiszen a repülési útvonalak megváltoztak, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a forgalom az egyre nagyobb a népszerű fapados járatok miatt, hanem a korábbi repülési útvonalak megváltoztatására adtak a hatóságok engedélyt. Ezért ellentétben a korábbi repülési tervekkel, amikor is a egyes felszálló pályáról egy enyhes kanyarra a Rákoskeresztúri temető fölött repültek el viszonylag alacsony magasságban a gépek, most nyíregyenesen veszik az irányt Újhegy és Óhegy irányába, és az alacsony magasságú repülést éppen sűrű lakott lakótelepek fölött végzik el, és tekintettel arra, hogy az útvonal Kispesthez is közelebb van, ezért ennek a hatása Kispesten is érezhetővé vált. Többször foglalkoztam az üggyel, írásbeli választigénylő kérdésben és szóbeli választigénylő kérdésben egyaránt. Lényegében a kormány válasza mind a két felvetéskor az volt, hogy az általuk elvégeztetett mérések szerint a zaj nem haladja meg a határértéket, és ezért ők ezt a problémát nem érzékelik, illetve ezt a megváltozott repülési útvonalat tartják optimálisnak mindenféle szempontból, de a részleteket nem fejtették ki. Tehát arra nem kaptam választ, hogy mondjuk a temető fölötti útvonalhoz képes sűrű lakott települések felé elvezetni a nagyobb forgalmat, az mennyiben jelent optimálisabb megoldást. Én személy szerint a megoldást abban látom, de sok kerületnek kell ez ügyben összefognia, hogy érdemben korlátozni kell a repülőtér forgalmát. Van egy gazdasági érdek, hogyha a repülés hatósági engedélyek tekintetében az állam nem áll a sarkára, és pusztán a profit bevételek fogják meghatározni, hogy hány gép és milyen útvonalon repül, akkor az a probléma nem, hogy nem fog megoldódni, hanem egyre súlyosabb lesz. Szakmai kérdésekbe itt most nem akarok belemenni, több szakember is adott szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy milyen megoldások lehetségesek, de forgalomkorlátozás, illetve a repülési útvonal megváltoztatása, a visszaállítása a régi irányba, ennélkül ez a probléma nem fog megoldódni. Röviden ennyi. Aztán kell, akkor még szólok. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, van-e még kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, akkor lezárom a vitát, kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak az akcióterv elfogadásáról. Igen? Mindegy, leszavazzuk aztán utána. 17 egyhangú igen. Szatori Kolos képviselőtársam ügyrendben jelentkezett, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Lehet, hogy nem fogalmaztam teljesen egyértelműen, de az volt a kérdésem, hogy mennyiben lehetséges a VPV-URB által elfogadott határozati javaslatomról szavazzon a képviselőtestület is, és amennyiben ugye egy ilyen szakember érkezik Kispestre, akkor én szerintem célszerű lenne a képviselőknek is megismerni a... Hát nincs... Hát én sem. Hát, ha elnök úrnak megvan, és akkor tudunk róla szavazni. Ha nincs meg, megvan? De lehet, ez az? A város politikai.
Itt nekem egy ilyen van, egy Várospolitikai Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tájékoztatja a Kispesti Testületet, hogy a légtérzaj elleni intézkedéssel kapcsolatban kezdeményezni fogja a Környezetvédelmi Bizottság és az akcióterven megjelölt szervezetek képviselőivel, szakértőivel egy együttesülés megrendezését az akcióterv pontjainak pontosítására és bővebb kidolgozására. Ez az? Jó, akkor erről szavaz. Jó. Hogy a testület előtt, tehát hívjuk meg. Jó, akkor kérem erről szavazzanak képviselőtársaim. Ez is 17 egyhangú. Köszönöm szépen. Haladunk tovább. Következő napirendi pontunk a Berzsény utca 3-6 szám alatt elkészült víziközmű átadása Budapest főváros önkormányzatának. Ez a vizes játszótérről szól, ugye, Gábor? Ja, bocsánat, Judit. A kamera úgy került elhelyezésre, hogy irodavezető asszonyt nem látom. Csak ha 5 fokos szögben kifordulok a megszokott pozíciómból, és így már látom is. Jó. Kérdezem a tisztelt testületet, van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez? Nincsen. Akkor lezárom a vitát. Kérem, szavazzanak a határozati javaslatról képviselőtársaim. A víziközmű átadásról. Hátoldalon található egyébként a javaslat, 17 egyhangú. Igen, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk testület ezévi munkatervéről szól. Nekem nincsen szóbeli kiegészítésem. Kérdezem a tisztelt testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás a munkatervhez. Nincs, akkor lezárom a vitát. Határozati javaslatot megtalálják a második oldalon. Kérem, szavazzanak róla. Tizenhét egyhangú, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a Kispesti Közművelődési Intézmények vezetői pályázatainak kiírásáról szól. Szújkó Szilvi elnök asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Két közművelődési intézmény vezetőnek jár le az 5 éves megbízatása. Június 30-áig dönt a bíráló bizottság az 5 éves, újabb 5 éves kinevezésről. A pályázati kiírásban csak a törvényi előírásoknak megfelelően jelentek meg a feltételek. Köszönöm szépen, kérem elfogadásra a pályázat kiírásokat. Köszönöm, elnök asszony. Kérdezem a tisztelt testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás, illetve azt jelző úr számára, hogy voltak módosító javaslatok, befogadhatóak ezek, mert akkor befogadom. Jó. Köszönöm. Rendben van. Kérdezem a tisztelt frakcióvezetőket, hogy egybe szavazhatunk 1-6-ig. Köszönöm szépen, akkor ezt tegyük meg. Tizenhét egyhangú. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a Kispesti Árnyasoboda vezetőjének 5 éves beszámolója. Szújkó Szilvi elnök asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szűcsné Juhász Csillának az 5 éves beszámolóját a bizottság tárgyalta, elismeréssel minősítette, elismeréssel szólt a munkájáról, és Csillának az óvodavezetői megbízatása is most megszűnik, és az intézmény vezetői pályázat is kiírásra kerül. Míg megköszöntük Csillának a 15 éve van a kerületben, 15 éves munkáját. Kérem a testületet, hogy fogadja el a beszámolót.
Köszönöm szépen, én is csatlakozom elnökasszonyhoz, és vezetőasszony köszöntöm a terembe. Valóban egy nagyon emlékezetes és színvonalas 15 évet tudhatunk mögöttünk, vagy intézményvezetőasszony mögött, amit én is köszönök még egyszer. Kérdezem a testületet, hogy miután látom, hogy nincs kérdés hozzászólás, hogy a beszámolót elfogadják. Kérem, szavazzanak erről. Tizenhét egyhangú igen szavazattal elfogadta a testület a beszámolót. Még egyszer köszönjük intézményvezető asszonynak, hogy 15 évet is, meg hogy most itt volt velünk, úgyhogy további szép napot kívánunk. Következő napirendi pontunk a bizottsági beszámolókról szól. Nem tudom, hogy kívánnak-e a bizottság elnökei külön-külön szólni, de úgy látom, hogy nem. Én mindannyiunk nevében, a Városháza vezetése nevében szeretném nekik megköszönni a munkát, valamennyi bizottsági elnöknek, bizottsági titkárnak és bizottsági tagnak, és bízom benne, hogy a testület el is fogadja ezeket a beszámolókat. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincsen. Kérdezem, hogy egyben szavazzunk-e, vagy külön-külön? Egyben. Akkor kérem, szavazzanak a bizottsági beszámolók elfogadásáról. 17 egyhangú, kedves egészségére. Következő napirendi pontunk a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat tevékenységéről szóló beszámoló, amit én most itt nem találok a saját papírjaim között, de ez nem jelent semmit, mert jegyző úr segít. Kérdezem a tisztelt testületet, hogy van-e kérdése, hozzászólása. Szatúri Kolosna képviselőnek megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Ezt is tárgyaltuk ugye a Környezetvédelmi Bizottság ülésén. Én ott megkérdeztem a beszámolókat, hogy végül is, hogyha most tervezik az üzleti tervük szerint ilyen mobil kennel beszerzését, akkor jelen állapotban mit tesznek abban az esetben, hogyha egy kóbor állatot megfognak, vagy elfognak. És az volt a válasz, hogy addig az utcán átcsorognak és telefonálgatnak, amíg valahol nem találnak nekik helyet. Én azt gondolom, hogy ez így nincs jól. Nem azért, mert mondjuk én az illatosot hoztam ki már kutyát, hanem alapvetően azt gondolom, hogy nincs jól, hogy talán még csipolvasójuk sincs, de hát hogyha tudnák is, hogy ki a gazda, akkor is valahova ideiglenesen el kéne helyezniük, egy éjszakára legalább, vagy ilyen befogadóhoz, én nem tudom ezeknek a pontos fogalmát, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy kennel nélkül, telephely nélkül, ezt ott is javasoltam, hogy így próbáljunk meg telephelyet keresni. Ők azt mondták, hogy a szakirodákkal bejárták meg egész Kispestet, és egész Kispesten nincsen egy 300 négyzetméteres terület, ahol mondjuk néhány ilyen kennelt el tudnának helyezni, hogy normálisan és színvonalasan tudják végezni a vállalat munkájukat. Úgyhogy én itt is ezt javaslom, és kérem, hogy a képviselőtestület támogassa, de mindenféleképpen teremtse meg azokat az alapfeltételeket, vagy ha nem tudjuk megteremteni azokat az alapfeltételeket, amik szükségesek, akkor fölöslegesen működtetjük, tehát így nem nagyon van értelme, szerintem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dódi Gabriella képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Még 4 évvel ezelőtt, 2015. január 29-én fogadott el a képviselőtestület javaslatomra egy olyan határozati javaslatot, hogy készüljön egy átfogó állatbarát Kispest stratégia. Ez részben kapcsolódik ahhoz, amit képviselőtársam is elmondott. Ugye Budapest közterületén a kóborállatok befogása az alapszabály szerint a Fővárosi Önkormányzat
által fenntartott illatosúti telepnek a feladata, de természetesen, ahol a kerületek állatvédelmi járőrszolgálatot működtetnek, ott ugye ez rájuk hárul ez a feladat. Ebből azért adódik némi nézeteltérés is, mert ezt van, aki úgy értelmezi, hogy vagy kimegy, vagy nem megy ki. Én most ebbe a vitában nem szeretnék beszállni, inkább visszautalnék erre az állatbarát Kispest stratégiára, mert ennek pont ez lett volna a lényege, hogy ennek az állatvédelmi járőrszolgálatnak sokkal több lehetőséget adjunk. Ugye, ha kóborállatok közterületen való tartózkodása és befogása problémakörön túllépünk, akkor ugye számtalan olyan terület létezhet még, amelyen ők ki tudnák fejteni a tevékenységüket. Ugye mi az, amiben a leghatékonyabban és legcélszerűbben lehet az állatvédelmet képviselni, ugye például a gyerekek oktatása, a lakosság szemléletformálása, ez különféle akciókkal lehetne elérni. Tehát ebben úgy gondolom, hogy azért az állatvédelmi járőrszolgálatnak sokkal nagyobb terepet kellene adni. És itt kapcsolódik, amit Szatúri képviselőtársam elmondott, hogy például a 10. kerületben, ugye a szomszédos kerület, hamarosan át fogják adni a megújított telepet, amit a járőrszolgálatnak átadnak. Ez kb. Egy 7 millió forintos beruházás volt. Itt kialakítanak keneleket, külön a kutyáknak, külön a macskáknak, illetve külön karantén, mert ugye van a jogszabályi elírás, ami szerint ugye 14 napos karanténba is kell tenni a befogott állatokat. Tehát ott például ezt a problémát így ilyen szinten meg tudták oldani, hogy nem az idéglenes befogadókat kell hívogatniuk a járőrszolgálatnak, hanem van egy saját telephelyük, ahol biztonságban el tudják helyezni az állatokat, el tudják látni a feladatukat. A telephelyen oktatótermet is kialakítottak, ahol iskolás gyerekeket fognak fogadni. Tehát a lakosság szemléletformását hogy a legkisebbeken a leglogikusabb kezdeni. Ez megint egy olyan plusz feladat, amit hogyha ők legismertesen ellátnak, akkor ugye a legkisebbek állatvédelmi szemléletre való oktatását is meg tudják valósítani, és azt mondom, hogy ez az alapja annak, hogy a fejekben változzanak dolgok, mert tudjuk, ugyanezen a területen nagyon-nagyon nagy a teendő, de nagyon sok jó irányú elmozdulást is látni. Tehát nem tudom, és kérdezem is egyben, hogy ezt az állatbarát Kispest stratégiát én nem láttam, tehát valószínűleg ez nem készült el. Nem tárgyalta a képviselőtestület sem. Én azt javaslom, hogy ezt a 4 évvel ezelőtt elfogadott határozatot, ezt poroljuk le és hajtsuk végre. Én ebben, ahogy akkor most is felajánlom nagyon szívesen a segítségemet. És úgy vélem, hogy ezzel a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálatnak is tudnánk nagyobb segítséget, muníciót adni. És arra kérem a városvezetést, hogy ezt komolyan gondoljuk, ezt a járőrszolgálatot, akkor segítsük őket egy olyan telephelyel, ahol mobil keneleket vagy állandó keneleket el tudnak helyezni, ahol ezt a munkát sokkal hatékonyabban és könnyebben el tudják látni, ugye, mert ezt nagyon fontos hangsúlyozni, nyilván az önkormányzattól kapott támogatáson felül, ők az emberek jó szándékára vannak utalva. Én ennyit szeretnék javasolni nagy tisztelettel, és ezúton szeretném megköszönni nem csak a járőrszolgálatot végzőknek, hanem azoknak a kispestieknek is a segítséget, akik akár idéglenes gazdiként, támogatóként, vagy bárhogy próbálnak tenni az állatok jólétéért. Köszönöm. Köszönöm, képviselőasszony. Rátkai Andrea, a polgármester asszonynak adom meg a szót. Tisztelt képviselőtestület, én elsősorban védeni szeretném, illetve a védelmükbe szeretném, az állatvédelmi járőrszolgálat védelmébe szeretnék egy pár szót szólni. Azért azt tisztázzuk, hogy az állatvédelmi járőrszolgálatot azt önkéntesek csinálják, egy nagyon jó kis csapat, akik ezért fizetést nem kapnak. Ők rendesen a 8 órai munka után a szabadidejükbe végzik ezt a tevékenységet, és én szerintem nagyon-nagyon szépen. A Szatúri Kolos képviselőtársamnak a beszámolójában olvastam, szerintem nagyon sarkított vélemény, hogy csak ez a megoldás, hogy áldogálnak az utcasarkon a megtalált kutyákkal. Ugye ez a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy vannak bizony ilyen, néhányszor ilyen eset, de azért rengeteg ideglenes befogadóval dolgoznak, és az állatoknak a zömét azt el tudják vagy a saját háztartásukban, vagy a barátaik, vagy az ideglenes befogadóknál. Ettől függetlenül azzal természetesen egyetértek, hogy mindenképpen szükség lenne számukra egy telephelyre. Én úgy tudom, hogy ez a szakirodával kapcsolatban a bejárás ez folytatódik is.
A másik, amit Szaturi Kolos kollégám az előbb szerintem megint egy kicsit leegyszerűsített, hogy szinte fölösleges a munkájuk, hát azért ezt így ebben a formában nem mondanám, vagy rosszul értettem akkor valószínűleg ezt a mondatot, mert itt van a beszámolóban, hogy 338 esetben intézkedtek, 114 állatot juttattak haza, 99 állat került gondozásukba. Én egyébként a Facebookon folyamatosan figyelem az ő tevékenységüket, és szerintem emberfeletti munkát végeznek. Ettől függetlenül abban egyetértek, hogy mindenképpen segíteni kell a munkájukat, és azzal is egyetértek, hogy ha ezt ki lehet szélesíteni, és több jogosítványt tudunk adni, természetesen támogatom. Köszönöm. Szaturi Kolos képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt a polgármester asszony. Lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam, akkor elnézést kérek, de én ilyet nem mondtam, amit a polgármester asszony állít, vagy ha mégis akkor rosszul fogalmaztam. Azt szándékoztam megfogalmazni, és a végkicsengése az volt a hozzászólásomnak, hogy ha és amennyiben az alapfeltételeket nem tudjuk, vagy nem akarjuk, mint önkormányzat biztosítani, hogy telephelyet kenneleket, akkor nincs értelme ezt így csinálni. És ezt így is gondolom. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. További hozzászólás nincs, lezárom a vitát. A polgármester asszonynak még megadom a szót, és akkor utána lezárom a vitát, tehát több hozzászólásra nem adok lehetőséget. Bocsánat, akkor még annyit, hogy dehogy nem támogatjuk, hát az, támogatjuk, per havi 200 000 forintot kapnak az állatoknak a... Tessék? Én most az előző évi beszámoló, most azt tárgyaljuk az előző évi beszámolót, tehát a 18-asra mondom, hogy havi 200 000 forintot kaptak, és ott van a beszámolóban, hogy mennyit költöttek el. Én kutyatulajdonosként tisztában vagyok azzal, hogyha befognak egy kutyust, akinek nincsen csípje és nincsen beoltva, írdatlan, főleg ha beteg, írdatlan pénzekbe kerül, de a beszámolóban ez részletesen látszik is. Természetesen akarjuk támogatni. Köszönöm szépen, alpolgármester asszony. Én annyit tennék hozzá, és alpolgármester asszony hál' Istennek ebben megelőzött, hogy azért a legfontosabb mondat senki része nem hangzott, köszönjük szépen. Tehát akkor lehet, hogy ezt mindenkinek kell, hát igen, lehet valamit úgy is megköszönni, hogy közben az egy fenékbe billentéssel egyelő. Úgyhogy alpolgármester asszony, szeretnék én is csatlakozni. Krudzsics Anna vezetőasszony által képviselt csapat a szabad idejében saját eszköze, sokszor saját eszközeivel, étnappal átéve több száz állat életét mentették már meg azóta, hogy az önkormányzat támogatásával dolgoznak, úgyhogy én a kerület nevében ezúton is szeretném megköszönni az ő tevékenységet, és azt ígérem, hogy amennyire tudjuk ezt a tevékenységet a jövőben is támogatni fogjuk. Nyilván Kispest nem olyan kiterjedési terület, mint Kőbánya, ahol a ottani lakók zavarása nélkül is meg lehet oldani egy ilyen telep felszerelését, de keressük ezeket a lehetőséget, és még egyszer nagy tisztelettel köszönjük a munkájukat. Kérem, a beszámolóról szavazzanak. Hát aki elfogadja, az nyilván igennel szavaz. Igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a testület a javaslatot. A következő napirendi pontunk szintén egy beszámoló, ez pedig az elmúlt évben zajlott sporteseményekről és a 19-es év, tehát az idei év sportrendezvényeinek megtervezéséről szóló előterjesztés. Nekem nincsen szóbeli kiegészítésem, kérdezem elnök asszonyt, hogy van-e. Megadom a szót Szújkó Szilvia elnök asszonynak. Köszönöm szépen. A testületet tájékoztatom arról, hogy a bizottságülésen a bizottsági tagok elfogadták a 18-as beszámolót, és elfogadták a 19 évi sportrendezvények tervezetét.
A Huszi irodáról ez a sporttevékenység átkerült a GESZ-hez, és az neve GESZ Kispesti Sportközpont, ami a Kacpályán működik. Leocki Zoltán kikerült a Huszi irodáról, és a sportközpontnak a csoportvezetője Lángi Gábor lett. Megköszöntük a tavalyi évi munkát, és a 19-es sportmunkához is minden segítséget a költségvetésben is láthattuk, az önkormányzat megad. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Kertész Csaba, a polgármester úrnak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, én úgy gondolom, hogy az átszervezés nagyon sikeres volt. Már lehet látni, hogy sokkal komolyabban és hatékonyabban tudnak dolgozni, mint eddig. Szeretnék egy korábbi hibánkra fölhívni a figyelmet, valamikor fölmerült az, hogy az Oltán utcában fizetni kell a labdarúgásért, illetve a labdarúgópályért. Igen, fizetni kell, mert ez van a szerződésben benne, óránként 6000 forintot, vasárnap 10-től 12 óráig ingyenes. És egyébként minden olyan rendezvény, mert az önkormányzathoz kötődik, az ingyenes. Tehát erről volt szó az elmúlt évben, és ezt most pontosítottuk. Azt tudom mondani, hogy a sportközpont óriási fejlődésen megy keresztül, hiszen a labdarúgó pálya elkészült világítással együtt, most folyik az öltözőknek a felújítása, ezt követően nyáron megkezdődik a homlokzatnak is a felújítása, és megkezdődik március végén, május elején, legkésőbb, de márciusban már megkezdődik a rekordtámpályának az a megépítése. Mindez, ha megvan, akkor van egy olyan telephelyünk, ahol a kispestiek számára továbbra is ingyenesen biztosítjuk a részvételt, kivétel ez alól, ha valaki úgy jön, hogy bérelni akar pályát. Tehát azt gondolom, hogy ez a fejlődés nagyon jó, és Kispest érdekeit szolgálja. Egyre több nyugdíjassal találkozom, alig várják már, hogy a rekordtámpálya meglegyen, mert nagyon szívesen ki akarnak menni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó döntés volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A polgármester, van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem a határozati javaslatról szavazzanak. Igen, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk szintén egy beszámoló, méghozzá a polgármesteri hivatal tavalyi munkájáról. Megkérdezem jegyző urat, hogy szóbeli kérdést szeretne tenni, nem szeretne. Én meg megköszönöm valamennyi hivatali kollégának a elmúlt évet, de hát ezt már többször is megtettük, bár nekem szokták mondani, hogy sosem elég, úgyhogy én most is megköszönöm minden erről a helyről minden kollégámnak. Igen. Úgyhogy kérdezem a testületet, hogy van a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor lezárom a vitát. Kérem, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról a határozati javaslat szerint. 17 egyhangú. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk szintén egy beszámoló, a két testetülés között történt fontosabb eseményeket takarja. Nekem nincsen szóbeli kiegészítésem, kérdezem a tisztelt testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz. Nincs, akkor lezárom a vitát, kérem szavazzanak a beszámolóról. 17 egyhangú, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a lejárt határidői határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló. Nekem nincsen szóbeli kiegészítésem, kérdezem a testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Nincs, akkor lezárom a vitát. Előterjesztés szerint kérem szavazzanak a határozati javaslatról. 17 egyhangú, igen. Következő napirendi pontunk szintén egy beszámoló, a lejárt határidői határozatok. Nem a folyamatosról, mert a lejártról most szavaztunk, tehát a 25-ösnél tartunk, pontosabban most már 24-es megyet kivettünk közbe. Van-e kérdés a folyamatos határidejűekről? Nincs. Akkor a vitát lezárva kérem szavazzanak a határozati javaslatról.
17 egyhangú. Következő napirendi pontunk a polgármester 2019 évi szabadságának ütemezéséről szól. Úgyis mindig itt vagyok. Majdnem. Van-e kérdés, hozzászólás? Lehet módosított tenni hozzá. Állítólag van módosító javaslat az ügyrendi bizottság. Lehet, hogy ők október utára szeretnének valamit betenni. Pillanat türelmet kérünk. Ja, nyelvhelyességi probléma van. Igen. Tehát én nem is értem, mert hogy te írtad alá, nem én. Tehát jegyző szeretné felhasználni az én szabadságnapjaimat, tehát itt a végén igen értelmezni kell a mondatot, tehát nem alkalmszerűen kívánom felhasználni, mondja ezt jegyző úr, hanem alkalmszerűen kívánja felhasználni a polgármester. Így helyes a mondat, igen. Jó. Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs, akkor kérem szavazzanak a határozati javaslatról. Nem tudom, én ebben a szavazásban részt vehetek? Jegyző. Inkább nem szavazok, abban nem lesz baj. Hát mit tudom én? Nem tudom, mit mond erről a jogszabály. Tartózkodom. Jó? 16, igen, egy tartózkodás. Következő napirendi pontunk a tanácsnokok beszámolója a 18-es munkájukról. Rátkai Andrea, a polgármester asszonynak adom meg a szót. Tisztelt képviselőtestület, köszönöm szépen a szót. Dódi Gabriella képviselő asszony beszámolójával kapcsolatban szeretnék egy pár mondatot mondani, illetve majd a végén kérdezni. Az első a lakótelepi parkoknál meg van említve az Irányi és Klapka közötti park. Ezt azért szeretném rendbe tenni, vagy szeretném elmondani néhány információt ezzel kapcsolatban. Leginkább azért, mert én vagyok annak a területnek a körzetes képviselője. Tehát amikor a képviselőasszony beadta a több parkot érintő felújítási kérelmét, akkor én már egy éve lobbiztam az Irányi Klapka parknak a felújításáért. Ugye én új képviselő voltam akkoriban, tehát 2015-ben ismerkedtem meg ott a lakossággal, ismertem meg a problémáikat. 2016-ban a Zöld Program irodával többször voltunk kint a helyszínen, és fölmértük, hogy mit lehetne csinálni. 16-ban még nem sikerült rá pénzt lobbiznom, de 2017-ben már saját soron, külön soron szerepelt ez a felújítás. Aztán ez úgy történt, hogy én felmértem a lakossági igényeket úgy általánosságban, lehívtam a lakókat, beszélgettünk, majd a Zöld Program irodával bejártuk, megbeszéltük, hogy körülbelül mik azok, amik megvalósíthatók ezekből. Aztán lakossági fórumot szerveztem, ahol ott volt a Zöld Program irodának a vezetője is, és a Tácia is, mint a parkokért felelős. Meghallgatták a lakossági igényeket, mindent föl lett jegyzetelve, majd elkészültek a tervek, majd a újabb lakossági fórumot tartottam, ahol bemutattuk az irodával közösen ezeket a terveket, és aztán ősszel elkezdődött, 2017 őszén elkezdődött a parknak a felújítása, és nyáron még napvitorla került oda. Tehát ebben én nekem nagyon sok munkám van, amelyet persze nagyon szívesen végeztem, de ez a park ezért újult így meg. A második a Csokonai Sportparknak a kérdése, ez szintén mint egyéni képviselő érint engem. Ugye ez úgy indult, hogy 2 éve volt egy pályázat, amelyre jelentkeztünk, és a pályázatnak nem hirdettek nyertesét.
Aztán egy éve a választás, az országgyűlési választási kampányban önök megígérték, hogy sportpark fog ott rövid időn belül épülni, aminek egyébként én szintén örülök, hiszen az én körzetem, és ha fejlődik, az természetesen jó. Csak hogy azóta erről nem hallunk, ugyanis nem történt meg ez a sportparknak a felépítése, ami azért zavar engem, mert magát a Csokonai Parkot, ami az én körzetemnek a közepén egy rendkívül frekventált helyen van, hiszen óvoda, bölcsőde, iskola van, és használják is az emberek ezt a teret. Én ezt évek óta szeretném felújítatni, azért nem tudtunk előre jutni, és azért nem tudtuk mondjuk a járdákat is megcsinálni, mert vártunk erre a pályázat megnyerésére, vagy a magának a munkálatoknak az elvégzésére, és ezért nem tudtuk eddig megcsinálni. Úgyhogy a kérdésem az lenne, hogy most a beszámolójában olvastam, hogy 2019-re ígérik, hogy erre van-e valami konkrét ígéret, vagy hogy tudunk mi ezen tovább lépni, mert ugye addig nem érdemes hozzányúlni a területhez, mert most képzeljék el, hogyha most föl van ásva, új füvezés van, új bokrok, majd utána jön a teherautó, és betonozni kell, vagy nem tudom, hogy milyen alapot mondjuk ennek a sportparknak. Tehát addig nem tudjuk a járdát se lehet addig megcsinálni, mert a járdát is csak akkor lehet, amikor a sportpark elkészült, hiszen kétszer nem tudjuk megcsináltatni ezt a járdát. Úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy ez a 2019-es ígéret, ez mennyire vehető komolyan vagy pontosnak. Köszönöm. Köszönöm a polgármester asszony. Varga Attila képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. A Szociális Bizottság végzett munkám kapcsán szeretnék reflektálni a humánpolitikai tanácsnok beszámolójára, Lozányi képviselőtársam beszámolójára. Én ebben a beszámolóban szépen látom azt, hogy ezen a szociális területen milyen munka zajlik a szakirodák, illetve intézmények részéről, és ezt nagyon szépen köszönöm, megemlítette a beszámolójában. Számomra az nem derült ki, hogy mi az a plusz hozzáadott érték tanácsnokként, ami ebben a tanácsnoki munkában megnyilvánult, milyen javaslatok voltak, voltak nyilván ilyenek is. Ebben kérem szépen a segítségét, hogyha az írásbeli beszámolóban ez nincs bent, akkor ezt tegye meg. Illetve én ebben a kontextusban egyrészt örülök, hogy a bizottsági ülések egy jelentős részén ott volt, viszont az a plusz innovatív rész, ami egy tanácsnoknak megadatik, hiszen sokkal nagyobb átfogó látással látja, összefüggésében látja a saját munkáját. Ezt az innovációt én nem vettem észre az elmúlt évek során. Nyilván volt egy-két ötlet, amit közösen megbeszéltünk, ennek van jegyzőkönyvben nyoma is a bizottsági ülésekben, tehát hogy a plusz hozzáadott értéket nagyon erősen hiányolom ebből a beszámolóból a szociális ágazat részéről. A többihez nem tudok hozzászólni, mert azt nem követem olyan intenzíven nyomon. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, elnök úr. Fekete László képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület. Nagy érdeklődéssel olvastam a beszámolókat, és leginkább a fejlesztéspolitika területe az, ami felkeltette érdeklődésemet. Egy tetemes anyag fekszik előttünk, de úgy érzem, hogy ez a mennyiség ez nem áll arányba a tartalmi gazdagsággal, tehát amit itt ebbe tapasztalunk, az azt gondolom, hogy nem túl elegáns. Nem elegáns dolog sajátként eladni azt a dolgot, ami a közeredménye és közös eredményünk. Említek erre példát is, például a lakótelepi partoknak a fejlesztése. Mint köztudomás, ez a polgármesteri program része, immár 5. éve, tehát igazából ez tekintetben már készültek tervek, gyakorlatilag a tevékenység végrehajtása, amiről szó van, tehát folyamatában az, hogy mikor, melyik alkalommal, melyik park kerül felújításra, nyilván ez már egy részletkérdés. De nem részletekkel akarok, hanem úgy általában szeretnék foglalkozni a dologgal. Tehát ajánlom szíves figyelmébe a polgármesteri programot, ami egyébként sok más területre, amit itt érintett, választ talál. Intézményfejlesztés, le vannak írva
azok a dolgok, amiről korábban is szó volt, bölcsődik óvodák állapota, mint beszéltünk róla is, mint a polgármesteri program is tartalmaz, illetve idei költségvetés is. Ez is egy tervszerű tevékenységnek a része, ami már az előző évben is elkezdődött, nagy ütemben. Tehát azt megelőzve is került erre sor, de az előző év az, ami igazából egy ugrás volt e tekintetben, és a 2019 évi költségvetésnek is része ez. Erre egyébként fedezetet nyújt az a költségvetés, amit voltak kedvesek nem elfogadni, tehát ön is frakciója nem fogadta ezt a költségvetést, ami fedezetet nyújt ezeknek a feladatoknak a végrehajtására. Érthető módon a többség elfogadta, tehát van 2019-es évi költségvetés a önkormányzatunknak. Ez ad lehetőséget arra, hogy ezeket a betervezett fejlesztéseket, ezeket végrehajtsuk. Egyébként, ha a költségvetésről beszélünk, akkor pontosan úgy van ez megfogalmazva és úgy van kiszámolva, hogy ez megfelelő egyensúlyban legyen, és hogy mindenre fedezetet nyújtson. Vállalt feladatokra, illetve ezekre a fejlesztési dolgokra, amiről beszéltünk. Részleteiben nem szeretném érinteni ezt a dolgot, mint ahogy mondtam is, azért közlekedés és forgalomtechnikával kapcsolatban kiemelnék egy dolgot. Olvasom, hogy képviselőasszony szerette volna, hogyha nem a Vaggottyán utcán közlekedik a metrópótlóbuszoknak a tömkelege. Hát én nem tudom, hogyha Lehel utca lakóival ezt megbeszélni, akkor ők mit szólnának hozzá, hiszen az, ahol közvetlenül elmegy az út az épület előtt, és ahol jelentős számú lakosság van, hát nem tudom, hogy mit szóltak volna hozzá, hogy ez valóban megvalósul. Hála jó Istennek ez nem így történt, tehát ez másképp megy, tehát a Vaggottyán utcán közlekedik. Ugye eredménynek tudja be azt, hogy az utca felújításra kerül. Hát teljesen egyértelmű, tehát ez nem különösebb eredmény. Tehát ahol tömegközlekedés van, ott a közlekedés fenntartója köteles az útról gondoskodni. Így a fővárosi önkormányzatnak a feladata, illetve a BKK-nak a feladata, hogy ezt az utat felújítsa annak megfelelően, ahogy az a közlekedés igényeinek megfelel. Tehát ezekkel találkoztam mint benne. Én azt gondolom, hogy összességében, amit látok, az jelentős részben az önkormányzat és a költségvetés kritikája, és tartalmaz egy nagy adag reklámot is, de hát ezt szeretném nem fölolvasni és elmondani, hogyha megengedik nekem. Köszönöm szépen a lehetőség. Dóri Gabriella képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, először a polgármester asszony által elmondottakra reagálnék, csak egy kis kronológiai sorrend. Valóban elkészítettem egy előterjesztést, talán 2015-ben, felsorolom a helyszíneket, Nagy Sándor József és Árpád utcai 10 emeletes házak közötti rész, Széchenyi és Toldi 10 emeletes házak közötti rész, Klapka és Irányi utcák 10 emeletes házai közötti rész, József Attila utca 71-73 mögötti rész, illetve a Széchenyi utcában az óvoda és a bölcsőde mögötti zöld sávnak a megújítására tettem javaslatot. Azt azért fontos tudni, hogy ezeknek a területeknek a tervei 2014 nyarán, itt ül mellettem Ékes Gábor képviselő, aki akkor alpolgármester volt, az ő alpolgármesteri keretéből készítettük el a terveket. Majd ugye jött a választás, és ezek a tervek valahol ott voltak a fiókban, és ezért tettünk erre javaslatot, azt hiszem, hogy 2015-ben, hogy vegyük elő ezeket a terveket, és egyébként ezt az előterjesztést, ezt a javaslatomat önök megszavazták. Így kezdődött meg a munka, amely valóban csak egyetlen egy területet érintett eddig, a Klapka és az Irányi utcák közötti rész. Nem tudom, hogy alpolgármester asszony emlékszik arra a tulajdonosi bizottsági ülésre, amelyen ön is ott volt, és amelyen a régi terveket vettük elő, és beszéltük át közösen. Én is elmondtam a javaslataimat, ön is elmondta, ön valóban elmondta, hogy beszélt a lakókkal, és én ezzel az anyaggal nem azt állítottam, hogy ön nem csinált semmit. Ugyanakkor, ha előveszi a jegyzőkönyveket, a jegyzőkönyvekből is kiderül, hogy én külön kértem, hogy hívjanak meg az egyeztetésekre, sem oda nem hívtak meg, sem a lakossági fórumra nem hívtak meg. Tehát én arról mondjuk valószínűleg az ön szórólapjából vagy Facebook oldaláról értesültem. Tehát attól, hogy ön ezt kezébe vette és véghez vitte és elhallgatta előlem mind a nyilván megfelelő célok mentén információkat, az nem azt jelenti, hogy én ebben nem tettem semmit, és ez nem is azt jelenti, hogy én a polgármester asszonynak a munkáját lekicsinleném, vagy azt állítottam volna, hogy ön nem tett ebben semmit. Csak azért azt se felejtsük el, hogy a bizottságülésen kiterítettük az asztalra a terveket, és közösen beszéltük végig. Csokonai sportpark kapcsán, ugye a kormány indított egy sport és szabadidő programot,
amikor ennek a körvonalai még nem voltak teljesen tisztázottak, akkor már polgármester úrral beszéltünk arról, hogy a Kútói erdőbe esetleg valóban elindul ez a program, akkor lehetne azzal a területtel gondolkozni. Tehát ez is egy nagyon régre visszadatálódó történet. Majd a program valóban összeállt, kiírták a pályázatot, és a pályázatban viszont csak önkormányzati területtel lehetett pályázni. Ekkor ugye okafogyottá vált az előterjesztés, amit az erdőre tettünk, okafogyottá vált az abban a területben való gondolkozás, és talán szintén az történt, hogy valahogy én ebből a munkából már kilettem hagyva, mint fejlesztéspolitikai tanácsnok, nyilván valakinek ez volt az érdeke, hogy engem hagyjanak ki, nincs ezzel baj, csak így került a Csokonai Sportpark képbe, így készítette el az önkormányzat a pályázatot. Egyébként nekem nem is szóltak, hogy a futókört kivették belőle, ezzel is utólag szembesültem egyébként itt a testületi ülésen. Tehát, hogyha engem kihagynak fejlesztéspolitikai tanácsnoki minőségemben a fejlesztéseket érintő munkából, akkor mondjuk lehet ilyen politikai lózunkokkal jönni, csak megvan mindenre a logikus válasz. Az érdemi kérdésére vonatkozóan én folyamatosan kapcsolatban vagyok az NSK-val, ugye a lebonyolító BMSK-val, bocsánat, a lebonyolító szervvel, pályáztatási szakaszban van, és azt az ígéretet kaptam, hogy ez idén tavasszal, legkésőbb nyár elején meg fog valósulni. Én ezt tényleg folyamatosan ütöm ezt a témát, hogy minél előbb valósuljon meg, hiszen mindannyiunknak ez az érdeke. Országszerte nagyon sok ilyen parkot építenek, úgyhogy rengeteg munkájuk van. Ez nyilván nem egy magyarázat, csak mondom, hogy ez idén végre meg fog valósulni. Egyetlen egy dolgot szeretnék reagálni frakcióvezető úrnak a meglátására. Lehet, hogy én értettem félre, amit mond, de ugye a Vakbocsán utcáról volt szó, hogy én kértem, hogy menjenek el onnan a buszok, és hogy ez vajon mit szólnak a lakók. Nem tudom, hogy én értettem-e félre, amit mond. Ugye a metrópótló buszokat tették a Vakbotyán utcára, és most valóban állíthatja azt, hogy olyan tömegközlekedés zajlik, azt az önkormányzatnak, a fővárosi önkormányzatnak úgy a kötelessége felújítani. Ez így is van, csak ugye ez egy Kispest kezelésében lévő útszakasz volt, ahol már több autótengelytörés szenvedett az elmúlt 5-6-8 év során. Oda terelték a metrópótló buszokat, ez az egyik része a dolognak, hogy leveleztem a fővárosi önkormányzattal, egyeztettem személyesen Budapesti Közlekedési Központtal, és kiderült párhuzamosan, hogy ezt a polgármester úr is megtette. A két dolog egymással párhuzamosan ment. Én azt gondolom, hogy attól én ezt a munkát meg elvégeztem. A másik része pedig a buszokat maguk a lakók kérték, hogy ne a Vakbotyán utcán menjenek, hanem esetleg tereljék vissza az Üllői útra. Ennek kapcsán is sokszor voltam a BKK-ban, sajnos amit leírtam, azt mondták, hogy ez nem lehetséges. Én ezt szakmailag nem tudom elfogadni sem, de sajnos cáfolni sem. Tehát nem tudom, hogy megválaszoltam-e a Vakbotyán utcára vonatkozó kérdését. A lakók kérték, hogy próbáljam meg azt, hogy ne ott járjon a metrópótló busz az utcájukban. Köszönöm. Köszönöm. Kertész Csaba, a polgármester úrnak adom meg a szót. Polgármester úr, képviselőtestület, én két témára szeretnék hozzászólni. Szóba kerültek itt a piacokkal kapcsolatos fejlesztések. Azt tudom mondani, a Vekerlei piacon szépen halad, hamarosan befejeződik a fejlesztés, a közművek, azok el fognak húzódni, de az halad, azzal különösebb probléma nincs. Képviselő azt, hogy megemlítette, hogy Kossuth Tér üzletházzal kapcsolatosan megállt az egyeztetés, nem állt, mert kijelzem, szinte minden hónapban találkozunk egy szűkebb körben. Ennek az a legnagyobb probléma, amikor eljutunk egy pontig, hogy talán most már minden rendben van, akkor egy hét múlva jön egy újabb variáció, hogy az mégis miért nem jó. Továbbra is fönntartjuk azt az álláspontunkat, ha meg tudunk állapodni az arculatban, akkor az arculatra vonatkozó tervek elkészülnek, annak az 50%-át mi, ahogy korábban megígértük, biztosítjuk a piac számára. Én azt gondolom, hogy most már olyan fázisban vagyunk, hogy talán tavaszra ebből meg tudunk állapodni. Főépítész asszony kiküldte a leveleket, most már komolyan kell venni azt, hogy ebbe a dologba lépni kell. Hangsúlyozom, nem rajtunk múlik az, hogy meg tudjunk állapodni az zöldséges sorral. A másik ugye a fontosabb ennél a dolog a sportpályával kapcsolatosan, legalábbis az én részemről. Hát én abban úgy vettem észre, hogy a tanácsnok asszony nem igen vett részt azt a sportpályát, amit az MLS-szel csinálunk, abba aktívan, nem folyt bele ezt valóban, mi az MLS-szel kezdtük el. MLS-től kaptunk egy helyzetet arról, hogy
pályázzunk, illetve leülünk tárgyalni, sikeres volt a tárgyalás, és megvan az eredménye. Tehát én azt gondolom, hogy a fejlesztésekkel a területeken nagyon szépen haladunk, jobban, mint amit korábban gondoltunk. Vannak olyan problémák, amikor az időjárás vagy egyéb más dolgok közben jönnek, de a szándékaink korán sem változtak. A zöldséges sorra is egy a problémánk, nem akarják azt megérteni, annak nincs értelme, hogy egy hasonló korszerűtlen valamire fizessünk milliókat, mert az így, ahogy van, az korszerűtlen. Ma már ilyen zöldséges sort Budapesten nem lehet látni, tehát megint a szakmai viták folynak, és ők nem tudnak egymás között megállapodni, ki mit akar, és mit szeretne megcsinálni. Ebbe is nyitottak voltunk, folyamatosan itt vagyunk, nem rajtunk múlnak ezek a dolgok elsősorban. Köszönöm szépen! Rátkai Andrea alpolgármesternek, alpolgármesterasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen Dódics Gabriella képviselőtársamnak ezt az ígéretet. Én ezt most komolyan veszem, és kérem szépen, hogy tájékoztasson engem, illetve a szakirodát, hogyha ebbe pontos időpontot tudunk, mármint a Csokonai Parknál. A másiknál, a Klapka irányi játszótérnél annyit tudok elmondani, hogy én 500 háztartásba dobtam be az értesítőt ezekről a lakossági fórumokról. A Kispest Hun szerintem megjelent, de a heti programban szinte biztos vagyok, hogy ott lakossági fórum lesz, mert ezek meg szoktak benne jelenni. Én így emlékszem rá. Köszönöm. Bocsánat, szeretné még? Jó. Dódics Gabriella képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Én Kertész Csaba alpolgármester úrnak nagyon-nagyon tisztelettel megköszönöm, hogy megerősítette az én mondani valómat, mert én pont erre hívtam fel a figyelmet, hogy fejlesztéspolitikai tanácsnokként, hogyha kihagynak a munkából, akkor azért utána tényleg nagyon könnyű számon kérni rajtam bármit is. Ugye alpolgármester úr említette, hogy a piac megújítása kapcsán szinte, nem is tudom, hogy mit volt, hogy heti szinten vannak zárt körű vagy szűk körű egyeztetések, de már, bocsánat, akkor havonta, akkor köszönöm a pontosítást, nem akarok valótlant állítani. Én utoljára szerintem tavaly nyáron voltam ennek kapcsán bármilyen megbeszélésre hivatalos, úgyhogy akkor megint ugyanott tartunk. Köszönöm szépen alpolgármester úrnak, hogy megerősített, hogy valósat mondok, és tisztelettel arra kérem a városvezetést, hogy akkor hívjanak meg ezekre a megbeszélésekre, mint fejlesztés politikai tanácsnok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ferenc István tanácsnok úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egyfelől kiegészítést szeretnék tenni a saját tanácsnoki beszámolomhoz. Most újraolvastam mindenkiét, és én elfelejtettem megemlíteni azt, hogy a tavalyi nyár végén aktív közbenjárásomnak köszönhetően részben, nyilván részben kerültek balonos ivóvíz készülékek a vekerlei óvodákba, ahol az ANTS szerint is a vezetékes csapvíz az nem fogyasztható az ólomtartalma miatt. Másfelől viszont azt szeretném jelezni polgármester úrnak főleg, mivel hogyha valaki megnézi a szervezeti ábráját a önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak, akkor láthatja, hogy egy ponton van becsatornázva az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szervezetébe a tanácsnok, mint olyan, ez pedig a polgármester. És én, amikor tudom, hogy valamilyen ügy folyamatban van, ami engem szakmailag érint, mint fenntarthatósági tanácsnok, akkor igyekszem a polgármester nyakára járni, őt ellátni tanácsokkal. Még több tanácsot tudnék adni, hogyha időről időre proaktívan kikérnék a véleményemet. Ilyenkor nem kritikaként, meg ilyen áskálódásként jelenne meg egy ellenzéki képviselőnek a tudása, hanem egyszerű tanácsnoki hozzászólásként. Ilyen például a Petőfi utcai napelem elhelyezések ügyében biztos tudtam volna olyan tanácsot adni, hogy az északi oldalon nem kell fákat ritkítani, hogyha dél felé néznek a napelemek, és hasonlókat említhetnék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Varga Attila képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Egy fontos kérdés merül fel Dódics képviselő asszonynak a mondandójából, hogy nincs kellő információja. Nekem egy olyan kérdésem van, hogy általában a
a tanácsnokok felé, hogy hány olyan proaktív megkeresés volt, ami a képviselőként megszerzett tudások alapján, tehát testületülésen volt akár a sportfejlesztés is például, ahol a fejlesztés automatikusan mint olyan szóba jöhet. Tehát, hogyha mondjuk tudva levő az, hogy épül egy csarnok, akkor volt-e megkeresése a tanácsnak asszonynak a polgármester úr felé, vagy bármely szakiroda felé, ami a kíváncsiságát fejezi ki, hogy hogyan tud rá csatlakozni ezekre a munkákra. Tehát értem az információ hiány, de azért információ is van a birtokunkban képviselőként, hiszen tárgyaljuk ezeket a bizonyos fejlesztéseket évről évre. Ez fontos dolog, ezt érdemes tisztázni, de lássunk tisztán akkor ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vincek György, a polgármester úrnak adom meg a szót. Hát talán meglepő, hogy ehhez hozzászólok. Ilyen még nem volt a testület életében, hogy tanácsnoki munkáról ilyen hosszasan beszéltünk. És én engedjék meg, hogy nem konkrétumokról beszéljek, hanem általánságokról, ami néha az embert persze ingerli, ha szabad ezt a kifejezést használni, most jó értelembe véve. Én magam részéről, a tanácsnoktól sosem várnám el, hogy ő felelőssé tegyem, hogyha valami nem valósul meg. A tanácsnok, ha jól tudom az SMS-ben, közvetlenül az a feladata, hogy segítse az önkormányzat munkáját, közvetlenül a polgármester úr szakmai tevékenységét segítse. Nem lehet elvárni tőle, hogy bizonyos projekteket ő maga egymaga intézzen el, tehát nem lehet erre felelősségre vonni, és én nem is célom, hogy bárkit is az itt ülő tanácsnokként szemrehányást tegyek. Ami nekem inkább hiányzik, és érdekes, hogy most Ferenci képviselőtársam tulajdonképpen lelőtte azt, amit el akartam mondani, hogy a tanácsnoki munkában nagyon fontos az együttműködésre való törekvés. És akkor egy példa a Ferenci tanácsnok úr, aki hát hozzám nem sok köze van, de mégis én úgy érzem, higgyék el az elmúlt évben is, hogy annyi munkát adott nekem, ha szabad ezt mondani, hogy belefáradtam bizonyos dolgokba, de szó szerint értsék. És ezt most, és akkor tulajdonképpen azt is megéltem, azt a sikerélményt, hogy részese lehettem egy olyan folyamatnak, aminek nem biztos, hogy hozzám köthető, de belekeveredtem abba a munkamenetbe, ami részévé váltam. Tehát, hogy az ő beszámolója nagyon rövid. Most próbáltad is kiegészíteni egy-két dologgal, de szerintem nem ez a lényeg, hogy milyen hosszú, mert igazából minden tartalmazott, ami a leglényegesebb dolog, de a napi munka bizonyítja azt tényleg, hogy mennyire tudunk együttműködni. És tényleg az a problémám, és most lehet, hogy a Gabi beszámolója adta pont azt a támpontot, hogy nem látszik abból az, hogy együttműködésre törekszel. Mert ugyanazt a hangsúlyozod, hogy mindenből kizár az önkormányzat, nem enged hozzá információhoz, de úgy érzem, hogy ami sikert te elértél, mert sokat dolgoztál, tehát én azt nem vitatom, hogy tetted a dolgodat, de nem vezérelt az, hogy ezt egy közös élményként éljük meg itt Kispesten. Én is számtalanról szerettem volna olyan együttműködés, főleg az első években, amikor azért leültünk mi beszélgetni erről, és a Lazányi képviselőtársam, tanácsnok úrral. Én nagyon őszintén mondom ezt, és még a hátralevő fél évben tesztelhettek is, hogy mennyire ajánlom komolyan azt, hogy az, ami hozzám tartozó szakmai kérdés, és ti hozzátok is tartozik, hogy abból én komolyan együttműködni szeretnék, és nem kizárni senkit ebből az élményből, úgy, ahogy megajándékozott a Ferenci is ebből az élménnyel. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát azt hiányolom a beszámolóból, és főleg a Gabiéban van az, szóval azért az a kicsengés, hogy nem vagyunk együttműködőek, hogy nem értünk a munkákhoz, már az önkormányzat, hogy a tisztségviselők rosszat akarnak a kispesti önkormányzat, nem figyelnek oda, elhalasztunk olyan dolgokat, amit mondjuk akár csak a kormány, vagy bárki más nekünk adna. Tehát ezek a, hogy az süt belőle, hogy te direkt úgy állítod föl az egész beszámolódat, hogy
csak te vagy az, aki odafigyelsz a dolgokra, és más pedig nem akar az önkormányzatért dolgozni. És ez nekem nem tetszik. Tehát ez a része nem tetszik a beszámolódból. Köszönöm. Köszönöm, alpolgármester úr. Lazányi Ferenc tanácsnok úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Csak a megszólítottság okán szeretnék reagálni bizottsági elnök úrnak a gondolataira. Azt mondta, hogy nem vagyok innovatív a bizottság munkájába, és talán pont alpolgármester úr mondta ki a lényegét. Tehát azt gondolom, hogy az intézményvezetőkkel, vagy a polgármester úrral történt, vagy bizottsági elnök úrral történt személyes beszélgetéseink kapcsán sokkal többre érünk el, mint hogy azt mondom, hogy javaslok egy bizottságnak, hogy mit és mit tegyen. De a teljesség igénye nélkül azért volt elég jó pár javaslatom, amit talán a költségvetés miatt, vagy egyéb dolog miatt nem sikerült. Itt a Fecskeházra gondolok, a fiataloknak a első lakáshoz jutására. De ha kapok meghívót, és talán nem is kell meghívó, mert vagyunk olyan viszonyban, hogy amin a tanácsaimra is, illetve a véleményemre szükség van, arra nagyon szívesen elmegyek. 2017-ben a szociális kerekasztalra meghívást kaptam, 18-ban nem tudom, hogy volt-e ülést, mert nem tudom, mert nem kaptam rá meghívót. 18-ban az idősügyi tanács megalakulásánál itt voltam, és nagyon-nagyon jó esőérzés volt együtt ötletelni, az ötleteimet elmondtam, próbáltam innovatív lenni, tehát ezt azért egy kicsit árnyaltabban kezelném, ezt, amit bizottsági elnök úr mondta. Oda fogok figyelni, hogy a véleményemet kifejtsem a bizottsági munkába is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fekete László frakcióvezető úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester. Szeretném, hogyha külön szavaznánk a beszámolókról. Jó, köszönöm szépen. Bár ugye SMS szerint tájékoztatókról van szó, kétségtelen, hogy van olyan tanácsnak, hogy beszámolót írt a anyagához, tehát ilyen szempontból is hibás ez az anyag, de végül is teljesen mindegy. Attól, hogy az SMS azt mondja, hogy nem kell szavazni a tájékoztatóra, attól még szavazhatunk, és hogyha ezt kéri a frakcióvezető úr, akkor én meg fogom szavaztatni a beszámolók elfogadását külön-külön, vagy a tájékoztatók elfogadását külön-külön. Már csak azért is, mert ugye mi többször megkaptuk az elmúlt években, hogy hát elégedettek vagyunk képviselőtársaim munkájával, hiszen minden egyes alkalommal megszavaztuk a beszámolókat. Én mostantól azzal, amivel nem értek egyet, nyilvánvalóan nem fogom még jó fejségből sem megtenni ezt a szívességet. Úgyhogy elfogadva a javaslatot, lezárva a vitát, akkor egyenként fogunk szavazni erről. Ha elfogadja a testület, jó? Tehát először szavazzunk arról, hogy elfogadja a testület, hogy egyenként szavazzunk a beszámolókról. Egy hangú, tehát egyenként fogunk szavazni a beszámolókról. Elsőként akkor Dódics Gabriella, fejlesztéspolitikai tanácsnok tájékoztatójáról, vagy beszámolójáról, hogy képviselőasszony írta, kérem szavazzanak, hogy elfogadják-e azt. Öt igen, 12 nem, tehát ez a beszámoló, tájékoztató nem került elfogadásra. Kérem most Ferenci István tanácsnok úr beszámolójáról, tájékoztatójáról szavazzanak. Egy tartózkodással elfogadta a képviselőtestület a tájékoztatót, beszámolót. Most kérem Lazányi Ferenc tanácsnok úr beszámolójáról szavazzanak.
3 igen, 7 nem, 7 tartózkodással nem fogadta el a képviselőtestület. Most kérem Lázár Tamás tanácsnok úr beszámolójáról szavazzanak, illetve tájékoztatójáról. Tizennégy igen, egy nem, két tartózkodással elfogadta a képviselőtestület. Most kérem Somogyi Lászlóné tanácsnok asszony beszámolójáról szavazzanak, illetve tájékoztatójáról. Tizenöt igen, két tartózkodással elfogadta a képviselőtestület, és végül kérem Szaturi Kolos tanácsnok úr tájékoztatójáról, beszámolójáról kérem szavazzanak. Négy igen, 11 nem, két tartózkodással nem került elfogadásra ez a javaslat sem. Fekete László képviselő ügyrendben jelentkezett, megadom a szót. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr. Egy szokatlan esemény történt, mert eddig azért a rendszer az volt, hogy általában ezeket a beszámolókat, ami évről évre előttünk van, elfogadjuk. Most nem ez történt, ennek nyilvánvalóan megvan a maga oka. Éppen ez azt javaslom, hogy akinek a beszámoló nem talált elfogadásra, annak a megbízatását vonjuk meg. Tekintetben, tehát a tanácsnoki megbízást vonjuk vissza. Köszönöm. Képviselő, én arra kérem, hogy nyilván ezt most nem fogom megszavaztatni, mert hogy ez egyrészt az SMS-t is érinti, másrészt nem volt napirenden. Ha ilyen javaslata van, akkor azt kérem tegye meg írásban, és a következő képviselőtestületi ülésre elő fogom terjeszteni. Jó, de most erről nem fogok szavazást elrendelni, ha megengedi. Jó? Elfogadja a képviselőtársam? Mindjárt nézem a napirendet, kis türelmet kérem. Képviselői kérdések vannak, ha vannak. Ékes Gábor képviselőnek adom meg a szót. Dódics Gabriella képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, hogy megkaphattam elsőként a szót, csak az emibe kellenünk 5 órára, azért sietünk ennyire. Én azt szeretném kérni nagy tisztelettel, hogy a Klebersberg központ korábban a Klik ugye átvette az iskolák fenntartását. Viszont vannak olyan részei bizonyos iskoláknak, ami önkormányzati fenntartásban maradt, ilyen például a Vaslajos általános iskola ebédlője, ami jelen pillanatban így néz ki, és ázik be a valahol, nem tudom honnan jön a víz. Amikor esik az eső, akkor széttolják az asztalokat, és vödrökbe gyűjtik a vizet. Csak még egy kép róla. Az én értelmezésemben az önkormányzatnak a feladata a helyreállítás. Ezt az igazgatóasszony, amikor beszéltem, az általa elmondottak bennem ezt megerősítik, hiszen elmondta, hogy Kránic Krisztián MSZP-s képviselő úr, aki itt ül közöttünk, de egyébként egy másik széke is van, a Valműsz igazgatója. Rendre kimegy, megnézegeti, aztán nem történik semmi. Nagy tisztelettel arra kérem polgármester urat, hogy intézkedjen, legyen kedves, hogy ne essen bele a mennyezet a gyerekeknek az ételébe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönjük a jelzést, tudjuk ebbe az évben ezt, ki fogjuk javítani ezt a hibát. Pogó Józsefnek képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm a szót, én a kapitány úrhoz szeretnék szólni, illetve kérdezni vagy kérni. Kossuth tér sarkán lévő dohánybolt, ami 0-24-ben nyitva van, hát amit most már kocsmának hívnak a köznyelvben, hogy azzal ott szeretném, hogyha nem tudom én többet járőrözni, nagyobb figyelmet fordítani, mert elég sok lakossági panasz érkezik, főleg az éjszakai órákban, tehát tudva levőleg inni mennek oda, nem dohányáróért, és hát a megfelelő zaj is hozzájárul ehhez, úgyhogy ebben kérném a segítséget, hogy sajnos mi a NAV-hoz tartozik, tehát ilyen szempontból nem nagyon tudjuk korlátozni a nyitvatartását, de egy erőteljesebb rendőri jelenléttel talán megszüntethető lenne ez a helyzet. Köszönöm. Vincek György alpolgármesternek adom meg a szót.
Köszönöm szépen, erre szeretnék reagálni. Legutóbb én voltam a BÖSZ közgyűlésén, ez a Budapesti Önkormányzati Szövetség közgyűlése, és ott egyik napi rendre vették azt a témát, és foglalkoznak a fővárosi kerületek polgármesterei azzal a témával, hogy ezek a trafikok alkohol árusításával kapcsolatosan valami fajta korlátozó intézkedést kérjék fel, erre intézkedésre kérjék föl a kormányt, a parlamentet, és úgy tudom, hogy folyik egy olyan előkészítő munka, amely ezt lényegesen szigorítaná, egyesek szerint megtiltaná. Ez nagyban segítene abban, hogy ezek az anomáliák megszűnnének, mindenhol fővárosban. Köszönöm szépen. Ékes Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Vekerlei parkolási gondokkal kapcsolatban valamilyen tervezés megindult-e már, vagy folyamatban van-e, és hogyha igen, akkor mindkét esetben, tehát szeretném, hogyha meghívást kapnék azokra a megbeszélésekre, szeretnék valamilyen módon hozzájárulni a tapasztalatommal a tervezéshez, ez az egyik. A másik pedig, hogy a képviselőtesti ülés szünetében jutott fülembe, hogy egy kutyafuttató terve van napirenden Vekerlén, ráadásul a Győri Ottmár téren, amit nemrégiben neveztünk el Győri Ottmár térnek. Ezzel kapcsolatban is szeretnék valamilyen konstruktív módon hozzájárulni a gondolkodáshoz. Azt azért hozzátenném, hogy a Győri Ottmár tér körül lakók pont nem ezt jelezték nekem, hogy ők egy kutyafuttatót szeretnének, hanem valamilyen módon a területnek a rendezését és ettől való mentesítését, de nyilván ez nem zárja ki azt, hogy ott létrejöjjön valami ehhez hasonló dolog. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Parkolási gondokkal kapcsolatban annyit szeretnék jelezni, hogy igen, egy tanulmány már készült ezzel kapcsolatban, ami kifejezetten a Vekerle egy részének a területét érinti, de most a szakirodát arra kértem fel, illetve a irodavezető urat, illetve a Városháza szakembereit, de ezt megmondom őszintén, már nem ennek a ciklusnak a feladata lesz, maximum az előkészítés, hogy egy átfogó parkolási rendet, rendeletet alakítsunk ki az egész kerületre, ami nem csak Vekerlét érinti, hiszen máshol is vannak már ilyen problémáink. Nyilván ez egy hosszabb vizsgálatot, illetve a kivitelezés az valószínűleg még több időt vesz majd igénybe, de nyilván érzékeljük a gondokat a Kóskároly téren, a határúthoz közelebb eső Vekerlei részen, a piac környékén, azokon a területeken, amelyet intenzívebben használnak, nem csak kispestiek, vagy néha zömében nem is kispestiek, tehát érdemes azon elgondolkodni, hogy egy olyan parkolási rendet alakítsunk Kispesten, amellyel vagy ki tudjuk szorítani azokat, akik nem ott kéne parkolni, vagy legalább forrást tudunk biztosítani önmagunknak, a kerületnek, annak érdekében, hogy bővíteni tudjuk a parkolási lehetőséget Kispesten. A kutyafuttató téma az, hát nem irigylem tanácsnak azt, hogy már 4 éve küzdünk a Vekerlei kutyafuttatóval. Ugye ez egyébként nem lenne egy nagy projekt, mert kerületszerte számtalan kutyafuttatót kialakítottunk az elmúlt években. Vekerle egy speciális terület ebből a szempontból, mert a körülbelül a lakók 50%-a szeretné, ott, ahol ezt szeretnénk kialakítani, az 50%-a már nem szeretné. Tehát tanácsnak azt, hogy folyamatos egyeztetésben van a környéken élőkkel, hogy akkor legyen, de hol legyen. És amikor a hol legyenről van szó, hát ismeri Natin már backyard, tehát ne az én kertem mellett, vagy a hátsó kertembe, csak legyen valahol, ahol közel van, de mégse ott, ahol én lakom. Úgyhogy nem egy egyszerű történet, de hát tanácsnak azt, hogy majd akkor képviselő úrral közösen ezt a gordiuszi csomót valahogy majd feloldja, legalábbis nekem ez lenne a tiszteletteljes kérésem. Varga Attila képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Én nagyon örülök, hogy képviselőtársam felvetette a Nemzeti Dohánybolt, vagy Italbolt, vagy nem tudom, hogyan kell nevezni ezeket a műintézményeket, ezt a problémát. Kapitány úrnak én is csak szeretnék ráerősíteni, hogy a képviselői körzetemben a Nádasdi és a Ján Ferenc utca sarkán levő
dohánybolt környéki anomáliákra nagyobb figyelemmel, ha van kapacitás, akkor nagyobb figyelemmel próbáljanak megoldást találni, hiszen nagyon sokszor közterületen italoznak, pisilnek, kakilnak, így leegyszerűsítve, és ez valószínűleg nem ide tartozó helyes magatartás. Nyilván a rendészeti központ munkatársai is sűrűben ellenőriznek, viszont az ő működési rendjük az délután este 6-7 óra környékén bezár. Úgyhogy én arra kérem szépen kapitány urat, hogy amennyire van lehetőség, akkor ezt a Nádasdi utcai dohányboltot is legyen kedves sűrűben ellenőriztetni. Illetve nagyon szépen köszönöm Burán képviselő úrnak azt a munkáját, ami az adott államtitkárság felé a levelezésében elindult ebben a témakörben. Tehát ahogy említette a Vince alpolgármester úr, hogy a BÖK is ebben próbál kérést megfogalmazni a parlament felé. Ugyanezt a kérést Héler képviselő úrral közösen már megtették, és kíváncsian várom egyébként majd a választ, hogy van-e valamilyen szintű, komolyan vehető válasz az államtitkár úrtól, hiszen fel lett szólítva, ha jól emlékszem, egy levelezésben államtitkár úr, hogy milyen intézkedéseket tettek ezekkel a problémákkal szemben itt Kispest egészére vonatkozólag. De ez majd egy később időpontban születendő válasz lehet. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek az aktív közreműködését. Köszönöm szépen én is képviselő hozzászólását. Úgy láttam, hogy további kérdés nem merült fel, ezért a mai napirendi sor végére értünk. Köszönöm mindenkinek a munkát, köszönöm, hogy elfogadtuk az ezévi költségvetésünket, ami alapján most egy intenzív munka kezdődik, vagy folytatódik, mondhatjuk így is. Még egyszer köszönöm mindenkinek a mai napot.